Mindjárt kezdünk is. Pár éve nem hittem volna, hogy ennyi bacsis kontenttel leszünk ellátva egyszer. Hát figyeljél, ott volt a bacsistuning.hu, ahol azért elég gyakran írtam cikkeket, most már azért ritkán írok, mert helyette live-ok vannak. Tehát régebben is volt kurva sok bacsis kontent. Már tény is való, hogy ilyen videós formában nekem is azért jóval könnyebb dolgom van, mert lehet rögtönözni, meg egy cikk nem 3 hétig készül. Sziasztok, köszöntelek titeket! Én Bacsis vagyok, ez pedig a BRSK Official TikTok csatornája, ahol a szívásokat lehet látni. Lassan ebből tényleg hagyomány lesz, mert mostanában több live nem úgy sikerült, vagy legalábbis egy része nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. És ez is valamilyen szinten egy ilyen félig meddig rögtönzött live lesz. Remélem nem égek be. Majd valami lesz. Na, viszont ebből, azt szoktam mindig mondani, ebből is látszik, hogy nem megjátszott, nem megrendezett live-okat készítek, készítünk nektek. Nem tudom, hogy mennyien néztétek a korábbi live-okat. Van itt mellettem egy MSI alaplap, mindjárt gyorsan meg is mutatom, amit próbáltunk extrém tuningolni a jómúlt korjába. Ugye itt látható ez az alaplap, és hát sajnos ugye az volt az egésznek a vége, hogy itt az egyik live vége az úgy nézett ki, hogy nem is tudom, ha valami történt az alaplappal, nem indult el, mondtam, hogy majd a következő live-ban így van, kiszámíthatatlanság adja a varázsát. Köszönöm szépen, ez is végül is egy pozitív, lehet így pozitívan látni. Tehát nem tudom, mennyire emlékeztek rá, volt ezzel az alaplap ilyen extrém tuningos móka, aztán nem is tudom, ha valami történt vele, ugortuk a témát. Következő live-ot úgy készítettem volna, illetve úgy is készítettem el, hogy teszteltem live elején, vagy 2 órán keresztül ezt a kurva alaplapot, és tök jól működött, mert minden, elindult a live, ment az extrém tuning, mondom, ezt nézzétek, mondom, jó, Bacsis megmutatja a tutit. Ment a gép, még a Windows képernyő még ott volt, hozzányúltam az egérhez, tehát legalább ennyi igazolt engem, hozzányúltam az egérhez, csontra volt fagyva a gép, ezek tök sokan akkor néztétek, majd ilyen szívásos live-okat, nem tudom, úgy vettem észre, hogy szeretitek, kurva sokan néztük, nem volt hajlandó elindulni a gép, akármit csináltam vele. És hát most megint itt van a tesztpadon ez az MSI 1366-os alaplap, az az LG 1366-os alaplap, és azt találtam ki, hogy SLI-t fogunk belőle építeni. Köszönöm szépen az elismeréseket, örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen. Előre szólok, nem akarom ezt a live-ot nagyon-nagyon sokáig elhúzni, mert egy kicsit megkésve is kezdtem, illetve ez a dolog. Szóval több dologgal is készültem nektek, mármint ez itt most erről fog szólni, SLI-t fogunk építeni, de pár dolgot meg azért szeretnék elmondani. Érdekességképpen ide visszateszlek titeket, hogy a sztori az az, marha jó viccesen jött ki az egész történet, hogy a live után még ajánlgattatok is alaplapot, hogy hát izé van fent az interneten, hardware apron van fent alaplap, és na végre SLI, igen, nem véletlenül, majd ebből majd kiépítünk valami tök jót. Ugye mondtátok is, hogy van a hardware apron alaplap, vegyek egy másikat. Ez milyen? Live után többször rápróbáltam az alaplapra, cseszett elindulni az egész. Valószínűleg a VRM környékén lehetett valami hiba, mert van egy kis posztkártyám, amit most nem tudok megmutatni, mert nem tudom, hogy hova raktam le. Nem mutatott semmit a posztkártya. Jó, nem tudom, hova raktam, nem tudom megmutatni, tök mindegy. Nem posztolt semmit, tehát olyan, mintha a CPU nem is kapott volna semmi jelet, mármint feszültséget sem, tehát nem kommunikált az alaplappal, semmi életjel nem volt. Hát mondom, jó van gyerekek, akkor ez van, bebuktam a 1366-os alaplapot, felmentem a hardware aprónra, ez ma jött meg, találtam egy ASRock X58-as alaplapot, meg is mutatom nektek. Hát nem beszállító hiba, szimplán a 1366-os alaplapot azért szerettek, illetve szeretnek máig küldeni. Na jó, megtisztult az alaplap. Venni kell egy másikat, mert hát szeretitek az ilyen jó kis izéket, teszteket, amiket csinálok. Most ugye erre egy eléggé ráizgultam, és szereztem is egy ilyen másik LG a 1366-os alaplapot, egy ASRockot, ez egy ASRock X58 Extreme, ez a neve. Pont ebben az időben jött az ASRock azokkal az alaplapokkal elő, amik, hát ugye korábban az ASRock az eléggé gyenge alsó kategóriás lapot gyártott, és az LG a 1366-nál hát azért egy kicsikét változtatott ezen az üzletpolitikán, és kiadta ezt az X58 Extreme alaplapot, ami azért egész jól sikerült,
és hát erre lecsaptam a Hardware Apron, és ugye én azért szeretem a 1366-os alaplapot, mert ugye egyszerre tud Crossfire-t is, illetve SL-it is, tehát ebben lehet mind a kettőt tesztelni, hát mondom, nekem kell egy másik. Megvettem az alaplapot, kifizettem a kedves eladónak, átutaltam az összeget, mondom, itt van ez a jó kis MSI alaplap, két napja döglött, életélet nem csinál, ugye live-ban mindent csináltunk, ti is javasolgatotok, cseréljek, tápot cseréljek, minden cseréltem, egyszerűen nem akart működni. Nehogy kézzel rövidre zárjam az alaplapot. Igen, igen, tudom, hogy az antisztatikus feszültség, mert minden hozzáteszem, én még az életben nem jártam így, nem is szeretnék, le is kopogom, alulról fölfele háromszor fára, nem jellemző. És na, a lényeg, hogy megvettem az alaplapot, még nem jött meg. Mondom, még mielőtt ezt a kis MSI alaplapot kidobnám a francba, hozzáteszem, nem szeretem az MSI-t, de valamiért ez a szívemhez nőtt, és igaziból nem tudom miért. Van egy kis hibája, mármint azt leszámít vagyok, nem akart elindulni, csak dual channelbe kezelő memóriákat, 4 modult, 6 memóriával egyszerűen nem akar elindulni. Ez egy tipikus 1366-os betegség, illetve nem kezeli a Xeon-t, a Xeonból az 5000-es szériát, nincs hozzá BIOS, vagy én nem találtam hozzá, úgyhogy az se, de nem tudom, valamiért a szívemhez nőtt. Hát mondom, jó, még miért előbb kidobnám meg minden, még egyszer ráindítanék, már tegnap játszottam vele, és bármit csináltam vele, most pozitív volt, működött az alaplap. Hát mondom, tök jó, amikor megvettem ezt a kis MSI-t, úgyhogy most van még egy 1366-os alaplapom, úgyhogy hát majd lehet, hogy erre külön tesztet ki fogok rakni. Köszönöm szépen a követést, meg a mindent, amit így adtok ajándék, meg mit tudom én. Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok, mert ezt akarom kihozni az egészből. Iratkozz fel! És már mindjárt megmutatom a nyereményjátékot is, mert volt nyereményjáték a nyerteseket, azt akarom majd még mondani. Tehát működött az alaplap, és akkor, hát mondom, tök jó, mondom, akkor ha már itt van, és van hozzá egy konfigurált operációs rendszer, meg minden, úgyhogy tesztelgettem, tök stabilan működött, hát mi lenne, hogyha elkezdenénk építeni, 15.000 forintért vettem az alaplapot postával együtt, még egy i7-920 is van benne, ami ugye nem átképző. Ugye milyen érdekes, hogy az elavult hardverekben a CPU mindig megfizethető, egy-egy kivétel feltekintve, és mindig inkább az alaplapok a drágák, úgyhogy úgy voltam vele, hogy 15 rongy, behúzom, aztán majd jó lesz az MSI helyet, de talán is lekopogom ezt is alulról fölfele, háromszor fára, talán működőképes volt, lett, maradt, nem tudom, megjavult ez az MSI alaplap. És akkor mondom, akkor mi lenne, hogyha SL-it tesztelgetnénk benne, ugye korábbi live-okban volt már Crossfire teszt, HD4890-et teszteltünk Crossfire-be, rájöttem, hogy a Core 2 Duo L8004 még felhúzva is eléggé processzor limites a 2 darab 4890-nel, na adok én a búrádnak CPU limitet, majd egy i7-est építünk, és akkor itt volt ez az i7-es gép, ugye ez egy első generációs Core i7, van benne egy 975 Extreme Edition, ezért hello, sziasztok, akik most jöttetek, köszöntök mindenkit, SLI építés lesz majd akkor, és akkor tehát itt volt ez az alaplap, úgy néz ki, hogy akkor nem pusztult meg, mondom, jó van gyerekek, akkor mert építek nektek erre SL-it, úgyis kértétek már többen a 3-utas SL-it, ami szintén meg lesz, ez most 2-utas SL-inek a kiépítése lesz, kicsit ismerkedünk a kártyákkal, meg hogy mi hogyan, mennyire CPU limites, soha nem csináltam ilyet, mármint építettem SL-it természetesen, de 1366-os platformban nem, 2 darab GTX 285 Black Edition van a kezembe, lövésem sincs, hogy mennyire CPU limites, mennyire nem, kicsikét tesztelgetjük, én is ismerkedek a platformmal ilyen szinten, hogy ha majd nem sokára odáig jutunk, hogy akkor 3-utas SL-it fogunk építeni, lássuk már, hogy mi a tosz van itt ugye az egész platformmal kapcsolatban, és akkor gondoltam, hogy akkor a mai live erről fog szólni elsősorban. Mint mondtam, nem megrendezett, nem megjátszott, annyi, hogy tegnap is, meg ma is kipróbáltam az alaplapot, működött, lement párszor a 3D-márt, és akkor bízok benne, hogy nem most fog bekrepálni, és akkor közösen szépen egy kicsikét tesztelgettünk, meg ilyesmi. De még mielőtt belekezdenénk a tesztbe, volt ugye nyereményjáték, van-e hozzá tápom, egy 750 wattos Chieftec tápot használok, hát ezt már nem mostanában vettem, jó régi táp, szerintem van vagy 10 éves. A 2 darab GTX 285-ös szerintem bőven el fogja bírni, van fogyasztásmérőm is, és akkor megnézzük a fogyasztást is. Ugye a HD4890 Crossfire-evet 400 wattot a Core 2 Duo-val, ugye egy Core i7 Extreme Edition van, majd egy kicsikét ezt is megcincáljuk light-osan, léghűtéssel, úgyhogy ez azért az 500 watt fölött fog enni, ilyen 600 wattba szerintem bele fog karcolni, de a 750 wattba akkor marad egy kis tartalék.
Van-e Pentium 2 vagy 3, 3-asom? Igen, majd lesznek ilyenekről is live-ok. Slot A platformot már teszteltünk, ami ugye Pentium 3-nak megfelelője. Nagyon sok anyagom van, nagyon sok hardverem van, ezeket folyamatosan mutatom be nektek. És, de most akkor LG a 1366 platformról lesz szó. Melyik fajta i7 van 1366 deszkában? Ugye többször mondtam, hogy jelenleg egy Core i7 975 Extreme Edition van benne, és akkor ezzel fogunk SL-it építeni. Hú, milyen sokan vagytok bent, nyereményjátékot el szeretném mondani. Most ma nem lesz nyereményjáték, viszont természetesen szeretném bemutatni azt, hogy az előző nyertesek, már ugye volt két nyereményjáték, kik nyerték. A nyereményjátékkal kapcsolatosan Lenovo PC-knél mi a véleményed? Nem szeretem a brand gépet, azokat a gépeket szeretem, amiket én magam, illetve mi számítógép gyűjtők, számítógép kedvelők építünk össze, mert ezek az OM gépek azért rendesen vissza vannak fogva nagyjából minden tekintetben. Van baj a toronyban? Kinek a tornyában van baj? Írd meg, és akkor szerintem megpróbálok segíteni benne. Nyereményjáték tehát volt már két alkalommal, ahol nem sorsoltuk ki a nyertest, ezeket szeretném akkor bemutatni. Tehát ugye arról volt szó, hogy felajánlottam egy ilyen BRSK-s VIP nyakbaakasztót, nyakpánttal együtt, illetve egy ilyen jó kis plakátot, amin különböző, ugye ez a 8. BRSK-nak volt a hivatalos plakátja, a BRSK az a Bacsis Retro Számítógép Kiállítása, a Magyarország legnagyobb számítógép kiállítása. Nagyon büszke vagyok rá, mert ezt én kezdtem el csinálni, egy 45 fős csapat van már mögöttem, és hát nem véletlenül mondjuk, hogy Magyarország legnagyobb számítógép kiállítása, mert egy 800 négyzetméteres csarnokot töltünk meg működő gépekkel és alkatrészekkel, és hát ezt is népszerűsítjük itt a TikTokon, jövőre minél többen elgyertek, de már is amúgy szerencsére sokan ismerik a rendezvényt. Tehát felajánlottam a nyereményjátékba egy... Van-e folyékony hidrogén? Szerintem te a folyékony nitrogénre gondolsz, és nincsen, nem foglalkozik ilyennel. Az is egy külön szakma, külön hobbi az extreme tuning. Én léghűtéssel, illetve fagyálóval tuningoltam korábbi live-okban, már bemutattam, ott is le lehet hűteni mínusz 20 fokra, de a folyékony nitrogén azért ez egy veszélyes játék, azt meghagyom az igazán profiknak, én olyan amatőr kis kontárnak számítok ilyen téren. Tehát felállítottam még egy plakátot is, de nem is a plakát a lényeg, hanem a plakát hátulján lévő háttérsztorik, easter egg-ek a kiállításról. Egyet mindig felszoktam olvasni, most is felolvasom, hogy... Sok kiállított gép, egyéb tárgyak alá lepedőket raktunk. Ezek a lepedők a déd nagyanyámé volt, és a felhasznált cirka 40 lepedő, közel 70 éves. Úgyhogy retro számítógép alá retro pléd, retro lepedő való. Ezt ajánlottam fel, és ugye azt mondtam, hogy aki a következő kiállításra el fog jönni, 2024. június 30 és 31-én lesz majd a kiállítás. Ugye ez egy korlátlan fogyasztásra fogja ezt feljogosítani, és ugye ebből már többet is kisorsoltam. Úgy mondom, mintha értenék hozzá. Hát így, ez a lényeg, hogy tehát az ember mindig igyekszik úgy csinálni, mintha értene hozzá, és akkor köszönöm szépen, ezt is elismerésnek veszem, mert neked is azért le, hogy úgy csinálok, mintha értenék hozzá. Köszönöm szépen az elismerést, iratkozzál fel. Mi a neve az előadásnak? Milyen előadásnak? Ez a BRSK Official TikTok csatornája, ahol retro számítógépekkel foglalkozunk, retro hardverekkel foglalkozunk, ma éppen SLI lesz soron. Fú, bazd meg, úgy mondod, mint azt mondtad, aztán a szavakat nem tudom kiejteni. Na, írd meg, hogy melyik szót nem tudtam kiejteni, és akkor utána köszönöm szépen a felhívást. Természetesen érted vagyunk, értetek vagyunk, folyamatosan tanulunk, azért vagyunk, azért csináljuk, hogy minél jobbak legyünk, és hogy ti is minél jobban, jobb minőségi műsort kapjatok. Sőt, hogyha előfizetsz a csatorna tagságra havi 1300 forintért, ezzel is tudod támogatni, hogy még jobb legyen a műsor. Köszönöm szépen, hogy ezeket így észreveszitek, és tök jó, hogy ilyen van. A negatív kritika is hasznos az embernek, hiszen az okos ember más kárán tanul. Én próbálok az ilyen visszajelzésekben minél többet tanulni. Úgyhogy érted vagyok, értetek vagyunk, köszönöm szépen, hogy ezeket így észreveszed. Írd le, hogy konkrétan mi volt a probléma, és javítok rajta. Atari Amiga lesz-e majd valamikor? Volt már korábban mindegyik, arról a live-ról akkor lemaradtál. Facebookon, YouTube-on a Bacsis kötőjel tuning, nem, ott is ugyanúgy YouTube-on BRSK official csatornánk van, ott ezek a live-ok visszanézhetők, és ott meg lehet
nézni, ahol Atari, illetve Amiga gépeket kompereltünk, hasonlítottunk össze, de voltak korabeli Apple gépek is, és hamarosan annak a résznek is lesz folytatása a Mega Live-ban. De, ja, maga a rendezvény Fülén van, mindig Fülén, beírjátok amúgy a Google-be, hogy BRSK, hogy ezt most a BRSK Official TikTok csatornáját nézed, rengeteg anyagot fogsz erről találni, hogy mi is, miről is van szó, ha esetleg nem tudnád, de majd erről is lesz, hogy amikor konkrétan be fogom mutatni. De nézzük meg a... Nem gyengén profi, köszönöm szépen az elismerést, én azért ezt nem mondanám, nem vagyok profi, amatőr vagyok én is, amatőr van mindenki a társaságban, ez nekünk hobbi, ettől függetlenül szeretnénk minél több minőségi tartalmat készíteni nektek, remélem a gép is úgy fogja gondolni, és hát igyekszünk, ez a lényeg, viszont a nyereményjáték, melyik megye? Fejér megye, Székesfehérvár mellett vagyunk, a nyereményjátéknál ezt akarom már mutatni már nektek mióta, és ugye múltkor lehetett jelentkezni nyereményjátékba, és nézzük akkor, elnézést kérek a minőségért, nézzük a győzteseket, illetve kettő nyertest fogok mutatni. Sok a duma, hát jó van, fel kell vezetni a műsort, na. És az első győztes, Olá Tamás. Kedves Olá Tamás, gratulálok a korlátlan fogyasztású VIP kártyáthoz, meg foglak keresni hamarosan, és megy a nyereménye természetesen, illetve volt egy második nyereményjáték, és itt elég kevés volt a jelentkező, és akkor nézzük meg, hogy ki győzött nagyon szívesen. Sorsolás. Nézzük, nézzük. Bakos Tamás, kedves Bakos Tamás és Olá Tamás, keresset, illetve én foglak titeket megkeresni privát üzenetbe, és akkor menni fognak a nyeremények. Ennyit a nyereményjátékról, most pedig akkor folytassuk a gépnek az ismerkedésével, illetve az építésével. Tehát azt találtam ki, hogy LG a 1366-os platform, ami elsőként támogatta a Crossfire-t és az SL-it is. Tri-channelbe kezelte a memóriát, kivéve ez az alaplap, mert ugye elmondtam, hogy hibás. Három csatornás memória vezérlője van, mi esetünkben két csatornás memória vezérlő lesz, 8 GB memóriával, ami bőven-bőven meg fog felelni. És ugye itt vannak a videokártyának a 16-szoros PCI Express slotok, ugye 2.0-ak, és ugye ebbe elvileg, hát fizikailag három darab van az alaplapon, de kettő működik SLI-be. A harmadik az olyan csonka PCI Express, ami négyszeres módba tud hardvert meghajtani, tehát elsősorban nem videokártyának van. Videokártyák terén pedig, én már ide elő is készítettem, ott ez egy minden tésztereztek, hát be, és főleg, hogy ennyiből, figyelj, le a kalappal előtted, és annyira örülök, hogy ilyen emberek vannak itt ebbe a live-ba, hogy minden tésztereztek. Voltam, hogy a slicemet vettétek észre, le van csúszva, ne foglalkozz vele. Igen, az egy Macintosh G5, és én nem foglalkozok a Mac gépekkel, ezt is úgy kaptam, van egy-kettő Mac gépem, de hát ezt is úgy kaptam, hogy majd jó van, mert meg fogom egyefenet csinálni másfél évvel ezelőtt, szerencsétlen ott fogja a port. Ne beszéljünk róla, folytassuk a PC-s platformokat. Kettő darab GTX 285-ös videókártyát fogok tehát Crossfire-be, abba, SL-be hajtani. A teszt úgy nézne ki, hogy először behelyezzük a gépbe az egyik videókártyát, mindjárt ezt meg fogjuk csinálni, leteszlek titeket a telefontartóba, és akkor egy kicsikét letesztelgetjük, megnézzük a fogyasztást, majd jön a testvérkártya, szintén ugye ez egy XFX Black Edition, tehát teljesen egyforma kettő videókártya, és... Kiszúrt a szemem, hogy milyen jó állapotban van, de ennyiből így elviszem a kamerát, és akkor az egy Macintosh. Beszarok rajta, de úgy tényleg maximális tisztelet, hogy ennyiből észrevetted és kiszúrtad, úgyhogy ez úgy tetszett, ez úgy jó pofa volt. Nem az én világom, behúztam, mert az egy Intel alapú, nem tudom, majd egyszer foglalkozok vele, hogyha nagyon sok időm lesz. Szóval így nézne ki akkor a mai live, hogy akkor közösen, hogy a francba rakjalak titeket, hogy lássátok a szerelést is, mert ugye maga a szerelés a lényeg. Van itt egy másik telefon tartom, ebben mindjárt jó beleraklak titeket, és akkor ezzel talán úgy, hát ha megálltok itt a lábakon, jön a videókártya szerelés. Azaz, nem egy nagy trúvaj lesz, fogjuk a kártyát, és akkor belehelyezzük az alaplapba. Mindjárt visszakapcsolom a monitort, hogy lássam, hogy esetleg írtok valamit. Köszönöm a rózsákat, köszönöm a követéseket, mindent, örülök, hogy itt vagytok, srácok. Már csak a prémium tagságra győzöm felhívni a figyelmet, hogy iratkozzál fel. A vasárnap meg a live lesz, úgyhogy azt is illik majd nézni. Egész nap live-olni fogunk, és konzolokat fogunk bemutatni.
Játszunk olyat, hogy amit kiszúrunk, megnyerjük. Ne, ne játszunk olyat szerintem. Figyelj, hogyha megnyernéd és elküldeném neked, akkor következőre csökkenne a live-oknak a száma, hogy miről tudnék anyagot készíteni nektek, az senkinek nem volna jó. Annyira izgatott vagyok, hogy ráléptem a szemöldökömre. Hát ez... megnézném, szívesen megnézném. GTX 285, tehát 2009 évelején mutatkozott be, mint hogy maga az LG a 1366-os platform is 2008 végén mutatkozott be, tehát ez egy nagyjából egy korhű cucc, akkoriban ez volt a Dream PC, az álmok ne továbbja, tehát ez egy nagyon-nagyon erős platform volt. Ugye a Core i7 itt jelent meg, az első Core i7 ennél a platformnál jelent meg. Az LG a 1366-ban csak és kizárólag Core i7-es CPU-k jelentek meg. Ugye ez az Intelnek a head, vagy kicsikét jobban mondva a high-end platformja volt, ahol csak csúcskategóriás gépet tudtál építeni, vagy minimum felső kategóriása, tehát nem volt középkategória meg belépőszint, és hát azért szerettük ezt a platformot, mert megjelenés után 8-10 évvel is még azért ez jó gép volt. Ugye 15 év telt el, és hogyha tennénk bele egy modern videókártyát, ezzel még mindig el lehetne játszogatni, lesz majd erről is live, és... hát a 49, milyen GPU-kat teszek bele? GTX 285-ös GeForce-okat, ugye ezek DirectX 10-es videókártyák voltak, ezek voltak az utolsó DirectX 10-es videókártyák, a G200-as GPU-ra épülnek ezek a videókártyák, a GTX 285-ös kártyák vannak benne, tehát 512 bites memória vezérlője van. Ugye ne felejtsük, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult videókártya volt az 512 bites memória vezérlőnek köszönhetően, éppen ezért jó drágák is voltak, és hát ugye most is a csúcs videókártyák is 384 bites memória vezérlővel dolgoznak, és tehát ez akkor is már egy technikai bravúrnak számított. Ha jól tudom, 1792 MB memória volt rajta, nem, kereken 1 GB, hogy is volt, 1 GB DDR3 memória van rajta, és ugye akkoriban Full HD felbontás az egy nagyon-nagyon komoly felbontásnak számított, nem is volt sok embernek ekkoriban, még inkább az ilyen 1440x900 vagy 1680x1050-es felbontást használtunk. Így néz ki akkor egy videókártyával annyit nem szerettem ezekben a hűtésekben, hogy olyan hangjuk volt, mint egy rakétaporszívónak. Hát már most viszont hallhatod, így van. Viszont nagyon jól néznek ki, hogy más is írta. Ilyen alapok és videókártya tele vannak a bontókkal. Gondolom arra, hogy bontók azt írta, hogy elavultak sajnos. Igen, ezek elavult hardverek, srácok, ezt tudni kell. Viszont így is lehet mondani, és amúgy nem, nincsenek vele tele a bontók. Ezek a csúcs hardverek, ezek egyszerűen eltűntek. Kapcsoljuk be közben a gépet, és akkor majd én erről is elmondom a véleményemet. Jó, adunk neki áramot. Kicsit egyenesbe hozlak titeket. És alaplapi power gombbal szépen bekapcsoljuk a gépet. Mondd neki, hogy működj. Egy jó IT is kézrátétellel gyógyít. Kormány milyen? Ezt mondom, hogy mindent észrevesztek. Ez egy Logitech G29. Mindent észrevesztek, beszarok rajtatok. Volt, hogy elektromos tűz keletkezette? Volt. Volt, bassza meg, volt. Elindult a számítógép, és akkor most innentől kezdve akkor egy kicsit a monitort is fogjátok nézni, vagy a gépet, mit akartok? Várjátok, átteszek titeket a másik telefontartóba, és akkor talán mindent fogtok látni, mert szerintem úgy izgalmasabb, hogyha magát a hardvert is, illetve az operációs rendszert is látjátok, egy picikét kérek, kis türelmet kérek. Mindjárt megnézzük a TDP-t is, fogyasztást is fogunk akkor nézni. Mindent, amit szeretnétek, akkor papucsoknit is észrevettem. Bent vagyok most a szobámban, itt nincs hideg, beszarok rajtatok. A lényeget nézzétek már, srácok, hát faszom ki van. Windows 7-et fogunk használni. Tehát mire is akartam reflektálni? Ja igen, hogy a bontók tele vannak ilyenekkel. Odáig stím, hogy 15 éves hardverről beszélünk, és 15 éves hardverekkel tele van tény és való a bontó. Viszont egy adott kornak a csúcs hardverei azok eltűntek, mert egyrészt kevés volt belőlük, másrészt sokkal könnyebben meghibásodtak, hiszen sokkal felszereltebbek voltak ezek az alaplapok, sokkal több hiba lehetőség is volt ezeknél az alaplapoknál, tehát könnyebben tönkrement az a kevesebb példány is. És éppen ezért a csúcs hardver, az adott kornak a csúcs hardvere az mindig is ritka volt, és ami ritka, az azért az többnyire nagyobb értéket képvisel.
és hát ilyennel nincsen tele a bontó. Tehát egy LG 1366-os alaplap nem véletlenül kerül egy jobb 15-20 ezer forintba, sőt, nekem van dobozos példányom, ezt vegyétek észre mámunk, máskor ezt is észrevettétek, ez egy Asus Rampage 2 Extreme, tehát egy komolyabb 1366-os alaplap, hiába 15 éves, azért el tud menni 30-40 ezer forintig is. Kezdünk egy kis 3D márkkal, illetve előtte mutatok egy, szeretnék egy GPU-Z-t azért mutatni nektek, vagy egyáltalán van ezen GPU-Z, lehet, hogy nincs, akkor mindjárt másolunk rá, és amíg megy a 3D márk, nyomom tovább a monológomat. Kezdünk egy kis 3D márkkal, illetve egy kis Unigine Heavy-nel. Lehetséges, hogy kezdhetünk kapásból Unigine-nal. Azt talán mostanában annyira nem futtattam nektek Unigine Heavy-t. GPU-Z. Hálózatról gyorsan fel kell pattintani. HD 6950, hát azok is jó kis kártyák, az biztos. Na, azt hiszem látszani is fog a lényeg. Tanúsítvány. Tehát GT200-as GPU, ez már az 55 nanométeres. 240 shader egység van benne. 1024 az az 1 GB GDDR3 memória látható benne. Ahogy mondtam, DirectX 10-et támogat a videokártya, és ahogy szintén mondtam, 512 bites a memória vezérlője. Tehát így nézett ki 2009-ben az abszolút csúcs, az a hardware, amit nem engedhettél meg magadnak, nem vehettél ilyet, mert egyrészt horribilis ára volt, másrészt horribilis ára volt. Viszont most újra átélhetjük közösen, hogy mire is képes egy ilyen cucc. Hát amúgy relatív, de elég sok mindenre. Jó, csináljuk akkor úgy, hogy lefuttatjuk a Unigine Heaven-nek a benchmarkját, DirectX 10-es API-ba, magas részletesség, a felbontás, azt pedig mindjárt mondom, 1680x1050, tehát nagyjából az illik ehhez a géphez, majd utána össze fogjuk építeni az SLI-t, illetve nézünk egy fogyasztást is mindjárt. Bassza meg, fordítva dugtam be a fogyasztásmérőt, vagy mégse? Mindegy, majd valami lesz, mindjárt megnézzük a fogyasztásmérőt. Mit akartam mondani? Tehát igen, ilyenekkel nincsen tele a számítástechnika, a PC bontó, mert ezek egyszerűen eltűntek, vagy hogyha van is, akkor elég drágák. Régi gémeket még fullon viszi, hát ugye majd ezt szeretnék majd később ilyen live-ot bemutatni, hogy nem csak a régi gémeket, hanem egy aktuális videókártyával azért az újabb játékokat is, tehát egy Cyberpunk 2077, egy 6 magos i7-tel, vagy egy annak megfelelő Xeonnal azért az úgy eléggé jól tud még menni, így 15 évesen is. Na, hát indítsuk el akkor a benchmarkot, és akkor a lényeget ugye szépen ki is írja nekünk a maga a tesztprogram. Ugye látjuk, hogy hány FPS-sel fut a tesztprogram, 25 FPS, ami nem túl sok, de nem baj, az jó lesz az nekünk, illetve na most pont a videokártyát nem monitorozza, de látjuk azt, hogy a CPU magok minimális terhelésnek vannak kitéve, tehát igen jól ki van használva a videokártya, mert a CPU-k azok csúnya szóval mondva csak hokiznak, túl sok mindent nem csinálnak, hála égnek, tehát a videokártya pörög maximum teljesítményen, memóriából nem egész 2 GB van kihasználva. Ha megnézzük, amúgy írja a hőmérsékletet is a Unigine-nek a beépített benchmark, illetve maga a Unigine, és akkor ugye itt látható, ahogy fut a tesztprogram, és akkor mindjárt, amíg ti ezt nézitek, és meg tesztek fel kérdést, hogyha van, akkor gyorsan ránézek a fogyasztás mérőre, hogy mi a francok is mutat, az, hogyha olyan, ami értelmezhető, akkor mindjárt meg fogom nektek mutatni, csak a nagy sietségben én ezt fordítva dugtam bele. Jaj, CPU magok hokiznak, hát most Nem csinál semmit, csak úgy van bele a vakvilágban, hát hokizik, az kész. Hogy is kell ezt nyomkodni? Azt mondja, amper... Watt! Most tudunk nézni fogyasztást. Jó, teszek egy kis fényt neki, világítás, hogy lássátok a kijelzőt. Na, megint kiveszlek titeket akkor a telefontokból. És hogyha megnézzük a fogyasztást, jelenleg 266 wattot fogyaszt az egy darab GTX 285, illetve a Core i7 Extreme Edition. Ugye ebből azt vonom le, mint érdekesség, hogy amikor megjelent ez a gép, akkor brutálisan nagy fogyasztást
fogyasztással rendelkezett. Ugye azt mondtuk, hogy hát ez aztán rohadt sokat fogyaszt, főleg a korábbi gépekhez képest. A gyakorlat az, hogy ugye terhelés alatt 260 watt körül fogyaszt az egyszem GTX 285, illetve a Core i7 975 Extreme Edition. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy a CPU nincsen felhúzva, és majd azzal egy kicsikét fogunk azért még szórakozni, mert az alap 3,5 GHz az nem olyan hű, de sok. Ilyet hol lehet kapni? Hát, hogy az előbb is megmondták, PC-bontok tele vannak vele. Persze most ugye ironizáltam, hardware aprót érdemes figyelgetni, fel szoktak tűnni ezek a videókártyák is még azért időnként, most még beszerezhető, illetve az alaplap is, de hamarosan teljesen el fognak tűnni, éppen ezért azt mondom, hogy jaj, wattmérőt, figyelj, beírod a Google-be, wattera, fogyasztásmérő, milliót találsz, és nem drága, 3-5000 forintért lehet kapni ilyen egyszerűbbet. Vannak nekem olyan, aminek van háttérvilágítása, meg kicsit nagyobb a kijelzője, 3-5000 forint, nem egy hatalmas nagy összeg, és így van, bedugod, úgy néz ki, hogy bedugod a konnektorba, és a magába a készülékbe dugod bele a tápkábelt, és igaziból ennyi a mutatvány. Hello, szia, örülök, hogy te is csatlakoztál, gyertek minél többen, osszátok meg a live-ot, illetve iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek meg, mert itt mostanában akartam kérdezni, Pentium processzorokról mi a véleményed? Hát attól függ, hogy milyen Pentiumról beszélünk. Ugye ne felejtsük el, hogy maga a Pentium 1992-ben jelent meg, a 60 MHz-es Pentium volt az első Pentium, és hogyha szeretnéd, akkor mutatok én neked valami korabeli Pentiumot, ami itt kéznél van. Vannak azért processzorok is nálam, egy pár száz darab, ami kéznél van. Hát jók voltak a maguk idejében, és valamikor a csúcsot jelentették a Pentiumok, aztán ahogy az idő múlt, inkább az alsó kategóriát hívtuk a Pentiumnak, és hát manapság inkább meg az alsó, illetve a középkategóriát hívtuk Pentiumnak, majd ahogy telt múlt az idő, úgy inkább az alsó kategóriában lett a Pentium név. Íme egy viszonylag korai Pentium, ez egy 133 MHz-es Pentium 1-es CPU, a kerámia tokozásba, és hát ugye itt még látszik az aranyozott láb, ezért szeretik sokan azok, akik a fém gyűjtéssel foglalkoznak, hogy így fogalmazok, mert ugye ezek a lábok, ezek aranyból vannak, ipari aranyból vannak. Hát egy ilyen Pentium processzor 2-3000 forint, de nagyon sok különböző Pentium processzor volt 1992-től, de ne felejtsük, hogy most már 30 éves múlt a Pentium, hogy nem tudom, hogy elégséges volt-e a válasz a kérdésedre. Lefutott a Unigine közben, azt elé van aranyjal, morre. Hát erről beszélek, tesó. Hát ezsvírem, hát aranyjal van teli. G-s Pentium, hát azok már egy kalap kaki. Ugye a G-s Pentiumok, azok már bőven az LGA 7, az LGA 775-ös korszak után, az LGA 1156-tal mindig van kérdés, és akkor nem a lényeget tudom mutatni. G-s Pentium. Itt van G-s Pentium, ez egy Pentium G645. Ez már ugye Sandy Bridge architektúrára épült. Van egy G3260, ez már, ha jól tudom, akkor Haswell. És hát ugye ebben az időszakban G4400, ez már kabilék alapú, azt hiszem, ha jól emlékszem. Nem, Skylake alapú. Tehát ebben az időben már a G-s Pentiumok alsó kategóriás processzorok voltak, és innentől kezdve most mit mondjak róla? Amennyit ér, annyira nem rossz, de én inkább elengedném a G-s Pentiumot, viszont ez a BRSK nem az ilyenekkel foglalkozik, hanem a retroval foglalkozik. A legfontosabb jön, kedves nézők, kedves barátaim, lefutott az egy videokártyás Unigine teszt, ahol 270 wattos a gépnek a fogyasztása, átlagban 30 FPS-t kaptunk, és 752 pontot dobott nekünk a Unigine Heaven. Ezt most jól fel fogom írni, hogy megjegyezzük, és nem sokára akkor berakjuk a második videókártyát a gépbe. Amíg én ezt felírom, addig szépen feliratkozhatsz a csatornára, mert folyamatosan nyomatjuk nektek itt a retro contentet. Lényegében lehet erre is mondani, hogy retro, hiszen 15 éves hardware-ről beszélünk. Basszus, ne elfelejtettem, mennyi volt? 30 FPS volt az átlag, 29.9 kerekítünk, Notepad, azt mondja, hogy 30 FPS, és 752 pont volt most itt nagyjából, ugye? Ez gyorsan elmentem az asztalra, és akkor futtassuk le még a Far Cry 2-nek a benchmarkját, hogy egy kis minimális játék legyen, illetve van még Crysis is, azt is meg tudjuk nézni,
Majd gyorsan, amelyik elindul. Jelen Far Cry 2 nincs. Crysis van, Far Cry 2 nincs. Hát akkor a... Akkor a Crysis-t fogjuk. A videokártyát szeretném én még nektek monitorozni. Nem a videokártyát, a processzort szeretném még monitorozni a használatát. Csak a magokat tudom. GPU temperature, GPUs, ez az. Ez nem volt beállítva. Indítsuk el akkor a Crysis-nak a benchmarkját, és akkor ennek is felírjuk az eredményét, majd utána akkor jöhet a két videokártyás építés. Hova a francba telepítettem fel a Crysis-t? Na, meg kell néznem, mert nem tudom. Jó van, hát itt soha nem találtam volna, meg kapkodtam, aztán csak ilyen van Far Cry 2 is. Hogyha szeretnétek, akkor lefuttatjuk a Far Cry 2-nek is a benchmarkját, ha nem szeretnétek, akkor azt kihagyjuk, és akkor haladjunk. Na. Mit szeretnétek? Legyen Far Cry 2 benchmark is, vagy a Crysis után térjünk egyből a SLI-re? Amit szeretnétek? Kinek kell ilyen régi gép? Hát figyelj, jelenleg közel 200-an vagyunk bent a live-ba, ami szerintem nem annyira rossz, úgyhogy ennek a 200 nézőnek, meg egy csomó ember, aki nem is tudja, hogy most megy a live, mert egy kicsit megkéstem, ők szeretnének ilyen gépet. Ugye ezen a csatornán általában olyan emberek vannak, akiknek porcosodik a micsodájuk ezeknek a hardvereknek a láttán, többek között nekem is, megmondom őszintén, de hát nincs ezzel semmi gond. Valaki retro autókat gyűjt, valaki meg retro számítógépeket. Miféle VGA kártya megy most? Ugye elmondtam, hogy most ma SLI építés van, GTX 285-ből fogunk építeni egy SLI-t, aztán hogyha jól megy, akkor úgy néz ki, meg lesz az alap a 3-utas SLI-hez is. Jó, oké, akkor lesz ezután egy... Mi lesz ezután? SLI. Akkor ez a lefut, akkor lemérjük a... feljegyezzük az FPS-eket, és akkor utána esünk az SLI-nek. Hát el kellett volna indítani a játékot, és ott egy valami felbontást kellett volna állítani, meg azt, hogy ne ablakba fusson. Hát most így fut, jó, tök mindegy. Hogyha lefutott, feljegyezzük a sebességet, az FPS számokat, és akkor utána elkezdjük építeni az SLI-t. GTX 260-asod van neked csak a szériából. Figyelj, a GTX 260 az egy érdekes kártya, ugye ebből volt kettő fajta, volt a 192 shader egységes, majd jött a 216 shader egységes, és a nevével ellentétben, ugye egy kicsit arra utal az a 6-os, a 60, hogy ez egy középkategóriás kártya, de valójában egy felső kategóriás kártya volt. Ne felejtsük el, hogy a GTX 260 már a HD 4870-es Radeonnal volt pariban, úgyhogy nem volt ez egy rossz kártya, a GTX 260 van nekem is, mert hát maga a felépítése is amúgy látszik a videókártyán, hogy azért egy elég jól megmunkált, és adtak a minőségre jó kis profi kártyák a GTX 260-asok. Én is szeretem őket, hála égnek van GTX 285-ösem is. Na, azt mondja, average FPS mérjük fel, az a legegyszerűbb 108 darab FPS-sel futott a játék, a Crysis-nak a benchmarkja. Akkor ezt a 108 FPS-t jól feljegyezzük, és akkor építsük meg akkor a Crossfire-t, mert már mindenki arra vágyik. Nagyon jó. Így néz ki tehát akkor a tesztprogramunk, maga a Crysis, illetve a tesztgép egy videokártyával, majd utána megint jól megnézzük a fogyasztást, lekapcsoljuk akkor a kis 15 éves számítógépünket. Nem teszek rá egy PCI Express-el egy NVMe SSD-re gondol szerintem. Ugye ott az a probléma, hogy ha hiába teszek bele PCI Express-es NVMe SSD bővítőt, a maga az alaplap nem fog tudni vele mit kezdeni, ugye ráadásul ez még sima BIOS-os, nem is UF is, nem fog tudni róla bootolni, úgyhogy, illetve a másik az, hogy semmivel se lenne gyorsabb, mint egy SATA-s SSD-vel. Amúgy se szoktam, tehát egy ilyen platformra még az SSD sem feltétlenül indokolt minden esetben. Én VD Raptor merevlemezeket szoktam használni ezeken a platformokon, ami ugye így néz ki, ez 10.000 fordulatot tud, és értelemszerűen egy SSD-vel lényegesen gyorsabb, egy SSD lényegesen gyorsabb, viszont ne felejtsük el, hogy bocsánat, hogy ezekre a gépekre a Windows XP, Windows Vista, Windows 7 való, és itt azért még nem volt szétcseszve az optimalizálás, egy VD Raptorral, egy 10.000 fordulatos merevlemezzel az operációs rendszer nagyjából pontosan ugyanúgy pattog, mint egy SSD-vel, főleg, hogyha nem, nincs főleg, tehát ugyanúgy pattog, mint egy SSD-vel, és semmivel se lenne gyorsabb egy NVMe SSD-vel a rendszer. Na, az SLI építés egy ilyen... De egy ilyen gyorsan nem illik kikapcsolni a gépet egy teszt után, igen.
Itt egy pár kérdés fogok ezekre válaszolni, hogyha megy a gép és holt idő van. Az egyik kérdés az az, illetve a kijelentés, hogy GDDR 3 és 448 bites a busz, a GTX 260-nak teljesen jó az a kártya, úgyhogy azért mondom, hogy semmi probléma nincsen a GTX 260-asokkal, abszolút felső kategóriás videokártyák. A GT 9600-asról mi a véleményed? Mindjárt arról is beszélek, hogyha esetleg nem, semmiről nem tudok beszélni, mert ez kicsit off-topic. Sok a kérdés, építsi meg, és akkor majd utána válaszolgatok a kérdésekre. Köszönöm ezeket a, mi ez TikTok-jel, vagy mi a franc, ezek az ajándékok, köszi szépen. Ilyenkor látjuk azt, hogy van értelme, amit csinálunk, nem csak a trollok a trollkodásukkal, hanem azért sokan vagytok, akik értékelitek ezt. Hát, hogyha még a prémium tagságra is előfizetnétek, havi 1300 forintért tudjátok támogatni hosszú távon ezeket. Nem is ezeket a live-okat, mert itt van hardware, meg ezt megcsinálom. A hétvégi megalive-ok miatt lett létrehozva a prémium tagság, aminek azért nekem van egy szemmel látható díja, költsége, de ezt is bevállalom, értetek, hát mindent, hogy nektek jó legyen, és hogy nézzétek a műsorokat. Tehát a hétvégi megalive-okat szeretnénk az előfizetésből finanszírozni hosszú távon. Ha teheted, akkor fizessél elő havi 1300 forintért. Mi a kérdés? Tehát nincs már eseli régóta, ez nem igaz, van eseli, inkább az, hogy a DirectX 12 alatt nem nagyon működnek, illetve ugye most már olyat is tudsz csinálni, hogy akár egy AMD és egy Nvidia kártyát össze tudsz akár kötni, megfelelő szoftverek alatt amúgy működik. De tény és való, hogy az SLI-nek az aranykorszaka ebben az időszakban, ez a 2010-es időszakban volt. Így néz ki tehát a kettő videókártya. Jó, nagyjából látszik minden. Volt egy olyan kérdés, álljatok. Igen, ilyen gyorsan nem illik kikapcsolni a gépet egy teszt után. Azt vettem észre, hogyha mennek a játékok, a tesztek meg a benchmarkok, a számotokra, illetve a nézőknek a legtöbbségének annyira nem látványos, nem érdekes. Inkább ti a hardware szeretitek nézegetni, és akkor csak elpörgetitek a live-ot. Ezért nem csinálok annyi tesztet, ilyen grafikai bemutatót, mert azt annyira sokan nem nézik, és szeretném minél több nézőt megtartani. Ezért nyomassál már légy szívesen megosztást, hogy minél többen lássák ezt a jó kis eselit. Próbálom azt megcsinálni, hogy minél többen nézzétek a live-ot, hogy a TikToknak az algoritmus azt lássa, hogy mennyire egy profik vagyunk. Persze tudom, hogy nem, de azért nem baj, erre törökszünk, és ezért inkább magát a hardvereket szoktam nektek bemutogatni. Legdrágább videokártyák milyen márkájú? Hát erre, mármint nekem? Vagy igaz, azt a kérdést nem értem. Már nem divat, semmi sem támogatja kb. Hát igen, itt inkább azon van a hangsúly, hogy kb. Nagyon sok mindent támogatja most is, de tény és való, sokkal kevesebb játék, illetve program már nem támogatja. A 3D márk, ki például kifejezetten szereti, sőt, még 4 utas rendszert is lehet építeni, persze annak ugyan túl sok értelme nincsen. Így néz ki tehát a rendszer, beraktuk a kettő videokártyát, egy SLI híddal kellett összekötni a két videokártyát, és hogyha SLI képes az alaplapod, akkor elvileg ez így fog nekünk működni. Adtunk neki áramot, kapcsoljuk be, CPU hűtést csekkolom, hogy nem esik le a CPU-ról, talán nem esik le, kapcsoljuk akkor be a gépet. A melegedés miatt mondtam túl gyors kikapcsolást. Figyelj, te is amikor, nem tudom, hogy számítógépről nézed de a live-ot, vagy PC, vagy telefonról, ha játszasz, erre nem tudok mit mondani. Van is valóság alapja, meg nem is. Igen, tényes való, hogy a hardvereket inkább az gyilkolja meg, nem a meleg gyilkolja le a videokártyákat, ugye elenged többnyire a GPU-n a forrasztás, az szokott halált okozni a kártyáknak, hanem inkább a hirtelen hőmérséklet változás, és ilyen téren lehet valamilyen szinten kimélni a hardvert, hogy amikor játszottál, nem lövöd le egyből a gépet, még egy kicsit üresbe járatod. Igazad van, amúgy totál igazad van. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Igazad van. Azért annyira sokat nem kapott ez a kártya most, meg most haladjunk. Na, egyszer belefér. Elfelejtettem mondani, hogy az SLI-nek mi az előnye. Ne haragudj, bocsánat, tény és való, nem beszéltem róla. Tehát ugye az SLI az arról szól, hogy elvisíkon, ha két videokártya, tehát mi kell a játéknak, hogy attól függ, mennyire mélyen megyünk ennek a témának neki, menjünk neki közepesen mélyen a témának. Ugye arról van szó, hogy van egy videokártyád, ami a játékért felelős. Minél erősebb videokártyád van, annál jobban fog futni a játék, annál több FPS-ed van. Ha beteszel, ugye, tehát a videokártya számolja a grafikát a játékok alatt. Hogyha beteszel a gépedbe még egy videokártyát, és ha minden optimális, tehát itt ugye
megfelelő CPU-d van a rendszerhez, megfelelő tápegységed, mert ugye etetni is kell a pluszkártyát, megfelelő alaplapod, ami támogatja is, és még megfelelő szoftvered is van, tehát a játék is kell hozzá, hogy támogassa, akkor elvi síkon a videokártyáknak a teljesítménye összeadódik, vagy hogyha nem is adódik össze, de mindenképpen gyorsulás hozható ki. Ezért volt az eseli, értelemszerűen ezt lehetett fürtözni kettőnél több, akár három vagy akár négy videokártya építésével is bele lehetett kezdeni, bár tény és való, hogy a második videokártya után a többi videokártyának a hatásfoka igen gyenge volt, erre is már ki fogunk térni egy különböző tesztbe, soha nem építettem három meg négy videokártyás rendszert, majd most veletek együtt itt a TikTokon meg fogjuk csinálni, tehát gyorsulni fog a játékod, a plusz FPS pedig el tudod költeni, mondjuk vagy magasabb felbontást állítasz be, vagy magasabb részletességet állítasz be, vagy pedig szimplán flexelsz a haveroknak, hogy 200 FPS-ért 500 FPS-sel fut a játék. Behelyeztük tehát a második videokártyát, a VRAM-ot nem adja össze, tehát ez fontos kihangsúlyozni, hogy a videokártyáknak a memóriája nem adódik össze SLI-be, ami nem feltétlenül probléma amúgy. Elindítottam az Nvidia vezérlőpultot, ugye ő fel is ismerte, hogy benne van a két videokártya a rendszerben, szépen látja, hogy GTX 285 1-es, illetve 2-es. Szépen itt be kell kapcsolni a 3D teljesítmény maximalizálása. Ugye ő már jelzi is, hogy akkor itt a videokártya, erre rá van kötve a monitor, a másik videokártya meg ugye itt össze van itt szépen kötve, ja nem, itt mutatom, SLI-be össze van kötve, ennyi tennivalód van, tehát innentől kezdve működik az SLI, nincsen egyéb tennivalód, illetve de, hogy élvezzed a előnyeit az SLI-nek, meg a hátrányait is. Most el fogjuk indítani ismét a Unigine Event, és megnézzük, hogy hogyan változtak az FPS számok, zárójelesen és a fogyasztás. Igen, teljesen jó amúgy, hogy felhoztad ezt a témát, hiszen nem mindenki jártas ebben a témában. Tehát köszönöm szépen, bármi kérdés van, bármit észrevesztek, amit hibákat, és tudom, hogy az előbb a csávot trollkodott az elején a live-ba, milyen hibákat mondtam, meg mit, hogyan mondtam rosszul, tök mindegy, tehát hogyha van hiba, vagy bármilyen tapasztalat lehet írni, én is folyamatosan tanulok, együtt csináljuk gyerekek, együtt tanulunk, együtt csinálunk mindent. Félkonfig, tehát ez egy LG-a 1366-os platform, az első Core i7 platform, innen indult a Core i7, most már ugye a 13. sőt a 14. generációnál vagyunk, minden évben azért kijött egy-egy újabb platform, ugye elég könnyű kiszámolni, 2008-ban, 2009-ben futott, akkoriban ez volt az abszolút csúcs, jelenleg 8 GB memória van a rendszerben, ami bőven-bőven sok, amikor ez a platform kijött, akkor nektek meg is mutatom, hogy lehetett vásárolni memória szetteket, amik például így néztek ki, ez egy Corsair Dominator Tri-Channel memória szett, ez egy 6 GB-os, 3x2 GB-os szett, de ilyenekből például voltak 3x1 GB-os szettek is, ami azt jelenti magyarán mondva, hogy 2008 környékén 3 GB memória bőségesen elég volt, ne felejtsük el, hogy hiába Core i7, és ugye azt cseng az embereknek a fülébe, hogy ez mennyire menő, meg minden, meg a Windows 18.5, meg minden, még nagyon sokan még mindig Windows XP-t használtunk, tehát bőven elég volt az akkori programoknak, játékoknak a 2-3 GB memória is, tehát ebben 8 GB van. Videokártyából pedig 2 darab GTX 285-ös videokártya van SLI-be bekötve. Indítsuk akkor el a benchmarkot, és ha jól emlékszem, mennyi a fogyasztás, mindjárt nézzük. Ha jól emlékszem, az előbb 25 FPS körül karistolt a tesztprogram, most 45-50, tehát nagyságrendileg azt mondom, hogy nagyon szépen összeadódott a videokártyáknak a teljesítménye, tehát működik az SLI. Volt ugye Crossfire-ös teszt live, ott hát, hogy hatalmas mennyiségű szívás volt csak vele. Hát ugye látszik, hogy az SLI, illetve az Nvidia-nak mennyivel kiforrottabbak voltak a driverei, és ezt most csak zárójelesen mondom, mert nehogy meghallják a Radeon-ak, mert amúgy én szeretem a Radeon kártyákat is. Tehát semmi extra, berakod a kártyát és működik, és nincs textúra hiba, és gyönyörű szépen fut a tesztprogram, meg fogjuk nézni a pontszámot, és akkor nézzük meg a fogyasztást. 250-260 watt volt a fogyasztás, ha jól emlékszem az előbb. Most rohagyj meg, mi történt a lámpámmal? Erre most merül ki az elemlámpa, nem hiszem el. Hát nem tudom, mennyire látszik, de azért talán látszik, 460 watt, tehát... Ez akkor hatékonyabb, mint a Crossfire 5, 85% volt, nem teljesen van igazad, illetve mindjárt is kifejtem. 460 watt a fogyasztás, hogy előbb 260 watt volt, tehát a második videókártya, magyarán mondva, nagyjából 200 wattot dobott hozzá, és akkor most szépen megvárjuk, hogy lefusson a teszt, megnézzük az FPS-eket, illetve az összpontszámot, és akkor örülünk neki. Yes, ezt is megcsináltuk.
Mindig, Nvidia mindig is jobb kártya volt, igaz, sokkal melegebb kártya. Hát ez egy nagyon-nagyon általánosítás, ez egyáltalán nem igaz, ne haragudj. Majd, ha esetleg erről szeretnél beszélni, hosszabban is kifejtem, de ez csak egy általánosítás, nem igaz. Én is gyűjtöm a retro laptopokat. Van egy csomó, valakinek akartam válaszolni. Mi is volt a kérdés? Várjál, mindjárt visszanézem. Nézem. Megvan, ez akkor hatékonyabb, mint a Crossfire, 85% volt. Ez azért nem igaz. Mármint igaz is, meg nem is. A Crossfire és az SLI attól függ, hogy hogyan skálázodott, hogy mit futtattál, milyen játékot futtattál. Voltak olyan játékok, ahol az SLI működött, és akkor akár ment 80-100%-ot is, meg voltak olyan játékok, ahol Crossfire működött, például a Call of Juarez. Az első olyan játékok között volt, akik felvállalta, hogy AMD logó jött be, AMD imádta a Radeon kártyákat, ott a Crossfire simán ment 100%-ot is, de voltak olyan játékok, ahol inkább az SLI ment jobban, és az SLI tudott 80-100%-ot. A benchmarkok pedig azért úgy lettek megírva, hogy minden kártyán tökéletesen, vagy lehetőleg minél jobban, tökéletesebben fusson, és jobban kihasználja a hardvert. Ugye ez nem egy játék, ez csak egy tesztprogram, egy előre megírt script, könnyebb volt optimalizálni, és ezeknél azért tök mindegy, hogy Crossfire-t vagy SLI-t használtál, itt azért nagyjából, zárójelesen mondom, hogy nagyjából, közel 100%-os hatásfokkal tudott működni a Crossfire is, meg az SLI is. Nvidia mindig is jobb kártya volt, igaz, sokkal melegebb kártya. Ugye erre annyit szeretnék reflektálni, hogy attól függ, hogy melyik szériából. Annyi igaz, hogy tényleg voltak olyan Nvidia kártyák, amik brutálisan melegedtek, de voltak a Radeonokból is az a széria, ahol inkább a maga a Radeon melegedett sokkal jobban. Ne felejtsük el például az RX 580-as, 570-es, 480, 470-es szériát, és akkor nem is mentem annyira vissza az időbe, ami a GTX 900, illetve a GTX 10-es széria ellen indult versenybe, ugye máig azért még sokan használunk RX 580-asokat. Például ebben a szériában az RX széria, a Radeon sokkal-sokkal jobban melegedett, és sokkal nagyobb volt a fogyasztása, mint az aktuális Nvidia GTX 1060-nak. Akkoriban elég komoly táp kellett egy ilyen konfixhoz. Ugye erről is beszéltünk, hogy ugye ez is egy kicsikét ilyen hoax, mert akkoriban, amikor bejöttek ezek a nagy teljesítményű i7, dupla videókártya, 6 pines tápcsatlakozó kellett neki minden, ugye akkoriban mondtuk, hogy hát milyen sokat fogyaszt meg stb. És hogyha egy mai konfighoz hasonlítjuk, akkor azt veszük észre, hogy egy mai konfig egy kártyában is simán megeszik ennyit. Ugye az előbb megnéztük, most pont felvillant egy pillanatra, 504 wattot látok a fogyasztásmérőn. Két videókártya, i7 Extreme Edition, 500 watt, figyelj, most ha összeraksz egy mostani felső kategóriás gépet, akkor azt fogod látni, hogy az is önmagában fogyaszt ennyit. Tehát akkori szemmel nézve tényleg azt mondtuk, illetve úgy gondoltuk, hogy mennyire sokat fogyaszt, de egy modern gépet nézel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogyaszt többet. Lefutott a tesztprogram, közben jött egy csomó kérdés, és majd ezekre is próbálok válaszolni, de most eléggé pörgetitek a kérdéseket. Grand Theft Auto játékok közül melyik a kedvencem? A GTA 1, meg a GTA 2-t is imádom, főleg az intróját. Kicsit off-topic volt, tolják a kártyák a meleget, mint a disznó. Következő ilyen hőmérővel is fogok nektek készülni. 57 lett az FPS, illetve 1440 pontot kaptunk. Na nézzük csak meg, hogy honnan is indultunk el. 57 FPS, 1450 pont, kicsit kerekítve. 54 FPS és 1400 pont. 1450. Előzőleg volt 30 FPS, most dobott 54-et, ez ilyen 80%-os hatásfokkal lehet mondani. Viszont, hogy az összpontszámot nézzük, a 750-ről felment 1450-re, itt azért lehet talán mondani, hogy 90%-os a gyorsulás, tehát a Crossfire, az SLI tök jól működik, és szinte tökéletes a skálázódás. Tökéletes lényegében sosem lesz, de azt el lehet mondani, hogy szinte tökéletes a skálázódás. Nem írtam be az izét, a Crysis-t. Emlékszem, 108 pont volt. Crysis 108 pont FPS, 108 FPS volt. Futtassuk akkor le a Crysis-nak ismét a benchmarkját. Amíg elindítom, addig iratkozz fel a TikTok csatornára, hogyha bírod az ilyesmit, mert még nagyon sok tartalmunk van, ami ilyen jellegű. Köszönöm a feliratkozásokat, meg az ajándékokat is, illetve ha teheted, akkor a prémium tagságra havi 1300 forintért fizess elő, mert attól jó lesz neked, meg a sok nézőnek is, akik ezt a live-okat szeretik, mert folyamatosan csinálják nektek a műsort. Windows 11 vagy Windows 10?
Igen, ez egy Windows 7-es jelenleg, amit futtatunk. Miért is ne használnánk, miért használnánk modernebbet? Ebben az időben nem volt. Windows 10 totál felesleges volt. És a segget azt nem értem, hogy mire. Ja, bácsinak a fenál, ne nézed, bazd meg, buzi vagy, hogy ilyeneket nézed? Vagy, bocsánat, nem szabad csúnyát beszélni. Minek nézed? Hát ne nézed akkor, hogyha nem tudom most erre, mit mondjak. Kázisban a havas pályás CPU limit tesztet is próbáljuk ki. Hát, hogy a CPU limit lesz, tehát annak olyan túl sok értelme nincsen, hogy CPU teszteljünk le CPU limitet. Most itt elsősorban a videókártyára szeretnék reflektálni, hogy az mit tud. És hát vannak itt ilyen melegek is. Nem vagyok amúgy nem kirekesztő vagy ilyesmi, ne értsétek félre, de hát most azért seggeket, meg férfi seggeket nézeget az ember. Ilyeneket azért, hagyjuk már gyerekek, tehát moderáljuk már magunkat. Tehát nem az ilyenekre kell gerjedni. Tehát nézed inkább az FPS-re, gerjedj az FPS-re, úgy pörög a játék, mint a disznó. Hát arra lehet gerjedni. Honnan lehet letölteni a Windows 7-et? Ha jól tudom, akkor a Microsoft honlapjáról le lehet tölteni. Ugye nem maga az operációs rendszer letöltése az illegális, hanem az, hogy mondjuk használsz-e hozzá legális kulcsot, vagy sem. Köszönöm a követéseket. Nvidia Quadro 5000 Fortnite-ot elviszi-e? A Quadro 5000 amúgy az maga időben csúcskártya volt, és ha jól tudom, a Fortnite amúgy elég jól van optimizálva, úgyhogy szerintem bőven el fogja vinni, annak ellenére, hogy a Quadro kártyák nem játékra valók, de ettől függetlenül lehet velük játszani is nagyon szépen. Azért ne felejtsük el, hogy a Quadro 5000-es kártya egy nagyon-nagyon régi kártya, az egy GF100-as GPU-ra épül, azaz a Fermi-re, és ha szerettétek ezt az SL-is tesztet, akkor nem sokára építünk egy Fermi-s SL-it is, ezt gondoltam folytatni. GTX 480, a Fortnite amúgy tök jól el fog rajta menni. Hát az a nagybőrös helyzet, hogy nem azt az eredményt kaptam, amire számítottam, mert azt mondja a tesztprogram, hogy ismét 108 FPS-sel futott average-be a játék, aminek simán benne van az, hogy az a közel, hogy CPU limites volt. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, és ezt most még egyszer le fogom futtatni egy kártyával, és ne haragudjatok. Meg fogom akkor is nézni. Mert itt az SL-nek a Crysis-ban működnie kell, kész, ha akarja, ha nem. Viszont simán benne van, hogy CPU limites a dolog, az MSI Afterburnerrel nem monitoroztam. Úgyhogy most elindítjuk a Crysis-t, beállítjuk a játéknak a felbontását, élesen részletességet, és csinálunk egy olyan tesztet, egy tesztkörnyezetet, hogy semmiképpen se legyen CPU limites a játék. És akkor újra le fogom mérni, mert ennek rendesen mennie kell, és hogyha bírjátok ezt a témát, akkor ingyár építünk egy még erősebb SL-is rendszert. Így van, 8-szoros, hadd szóljon neki. Őszintén tudod, hogy hány darab videókártyád van? Ezt már többen kérdeztétek, nem, lövésem sincsen, megsatszolni meg tudnám. Ezekkel nem szoktam bányászni, ezekkel már nem lehet bányászni. Az első bányász kártyák pont a DirectX 11-es kártyákkal, a HD 5000-es szériával, illetve a GTX 400-as szériával kezdődött a bányász őrület. Ugye ez a GTX 285, ezekkel már nem lehet bányászni. Nem láttam az új Avatar játékot. Fiatalabb gépalkatrészekkel is foglalkozok-e? Foglalkozok, igen. Most pont nincsen itt állam a cucc, most építettem egy Ryzen 5 5600-as, marha jó, hogy működés leállt. Most mit szivatsz, nem tudok beállítani izét. Miért nem indul ellenek, most mi nyogja van? Szoktam, Ryzen 5-ös gépet építettem egy RX 6600-as videokártyával. Előfordul. Mi a bányászat? Ó, ebben most nem megyünk bele. Próbáljuk beállítani a felbontást, ha nem, akkor futatunk egy Far Cry 2-t, azt akkor szevasz. Jó, hogy van valami, de kell egy játék benchmark gyerekeket, játék nélkül nem lehet. Hát, nem tudom, mi a nyugja a Crysis-nak. Most akkor Crysis-t nem futtatunk, akkor Far Cry 2-t futtatunk, hogy rohadjon meg. És akkor is le fogom mérni egy és két kártyával, és utána építünk a másik kártyából is SL-it. Akkor csak pár szóban. Hát ugye a bányászatnak hívják azt, amikor különböző matematikai algoritmust futtatsz a számítógépeden, azokat a videókártya számolja azokat az algoritmusokat. Azért, amiért ezt csinálod, úgynevezett coinokat, virtuális fizetőeszközt
kaphatsz annak, akinek ezt megcsinál ezeket a matematikai számításoknak a számolását. Te beárod a számítógépedet, illetve a videokártyádnak a teljesítményét a közösbe, ezek a számítógépek, illetve a videokártyáknak a teljesítménye úgymond összeadódik, ezeken különböző matematikai algoritmusok futnak, amiért te coinokat fogsz kapni, amit te be tudsz váltani igazi pénzre is. Hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez volt, de már lecsengett az egész. Na, állítsunk be egy 1680x1050-es felbontást, mindenből legyen akkor ultra high és 8-szoros élsimítás, lefuttatjuk akkor a benchmarkot, és akkor ezután meg fogom nézni egy videókártyával is. A Seti projekt is ilyesmi volt, részben igazad van, ugye ott is be kellett adni a számítógépednek a teljesítményét a közösbe, viszont ott földön kívüli jeleket próbáltak keresni, amik jöttek jelek a világűrbe, azt próbálták a számítógépek dekódolni. Ott csak puszit kaptál érte, meg baráti hátba veregetést. Ott is egy algoritmus futtatott a számítógépet, meg ott is arról szólsz, hogy ment a teljesítmény a közösbe, de nagyjából ez volt a közös a kettő között. RTX 4070 Ti mellé milyen procit ajánlanál? Hát mondjuk egy legalább egy 12. generációs Core i7-et, vagy egy Ryzen 5 5600-at körülbelül. Ez a legjobb rész idáig, örülök, hogy tetszik. És akkor milyen kérdés volt? Figyeljél, ha privát üzenetben megkeresel, akkor megpróbálok segíteni, hogyha van kérdés, de én nem lehet láthatom a számítógépet szerelni, meg javítani, az nagyjából no fucking way. Próbáljuk meg, hát ha, de ne számítsál sok jóra. AMD Phenom 2 X6, hát figyelj, eljárt fölötte az idő, ugye ezek Core 2 quadok ellen indultak, retrozni jó, tehát most már igaziból ezt tudom rá mondani, hogy most már az is retro. Milyen végiek vannak Eseliben, lemaradtál a live eléről, tehát GTX 285-öseket hajtunk, de hogyha tetszik a live és még sokan vagyunk bent, meg még időnk is van, akkor az igazán kazánokat még szerintem be fogjuk akkor vetni GTX 480 Eseli formájában. Azt hamarosan építjük a 3-utas Eselit. Jó, ugye most a Far Cry 2-nek a benchmarkja fut maximális grafika és maximális részletességgel, 1680x1050-es felbontás, minden ultra high 8-szoros élsimítás, és ha lefutott, akkor jól feljegyezzük az FPS-eket, és miután a Crysis valamiért vacakolt, és nem tudtam állítani, amit akartam, felbontás részletességet, ezért most akkor ezzel tesztelünk, és akkor utána ne haragudjatok, de én rohadt kíváncsi vagyok, hogy egy kártyával hogyan fognak alakulni majd az FPS-ek, ugye elvileg csökkennie kellene, nagyjából fele ennyire, és akkor majd ebből jól meg tudjuk nézni, hogy gyorsult-e a Far Cry 2, vagy nem. Tojást hozzá, meg lesz a vacsora. Igen, tényleg melegedő videokártyákról van szó, bár itt azért szerencsére ez az alaplap úgy van kiépítve, hogy van egy szlotnyi hely a két kártya között, nincsen annyira összezsúfolva, azaz ezek azért annyira nem melegednek. Előbb, ha jól néztem, MSI Afterburnerbe, ilyen 70-80 fok volt a belső kártya, és ilyen 65-75 meg a külső kártya hőmérséklete. GTX 480, igen, azok voltak a Grill Force-ok, az egyik legmelegedősebb Nvidia kártyák, de hát az is a teljesítményben viszont brutál jók voltak a maguk idejében. Hát akkor all-in, építsünk azokból is egy Eselit, azt, hogy megnézzük, hogy a 750 wattos táp el fogja-e bírni. Köszönöm kérdésedet, jól vagyok, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, folyamatosan lesz most. Most a következő idejében nem mondom azt, hogy mindig csak ilyen több videokártyás rendszer kiépítése lesz, de szerintem most elég sokat fogunk ezzel foglalkozni, mert azt vettem észre, hogy szeretitek, meg megmondom őszintén, én is kíváncsi vagyok rá, ugye így néznek ki akkor tehát a kettő kártya GTX 285 Eselibe, Elgia 1366-os i7 Extreme Edition. Ezek a kártyák vannak frissen pasztázva, kitakarítva? Hát körülbelül másfél éve történt meg a pasztázás kitakarítás, de miután egy évben jó, ha kétszer vannak használva, olyan túlságosan nem piszkolódtak be. Na, lefutott a teszt, nézzük akkor meg az eredményeket, és akkor hát ugye ugyanazt a tesztet futtatta le háromszor, nézzük meg az átlagos average-et, 84 FPS dobott az average-re, ugye átlagosan 84 volt az FPS szám, akkor most ezt jól beírom, Crysis-t kitöröljük, beírjuk, hogy FC2, és akkor 84 FPS, és akkor most kiszedjük akkor ismételten az egyik videókártyát,
ne haragudjatok, de én tényleg kíváncsi vagyok, hogy most itt volt egy gyorsulás, ugye minden szépen maxra lett húzva. Szia, az első mittásnál mit határoz a szorzó? Kétszeres, négyszeres, nyolcszoros, mi a különbség? Mindjárt mondom azt is. Jó, beírtuk, 84 volt az átlag FPS, nem mentem el. 84, el ne felejtsük, 84 FPS, és akkor most annak fogunk körülni, hogyha minél kevesebb lesz az FPS szám, és nagyjából ilyen 40-50 közötti értéket fogunk kapni, mert akkor azt jelenti, hogy két kártyával bizony tényleg duplázódott az FPS szám, és jól működött akkor az SLI. Jó, a hidat levesszük. Ugye az élsimítás annyit jelent, hogy ha ugye a képnek a megjelenítés ugye digitális, és ugye pixelek vannak egymás mellett, és hát ugye a pixelek azok úgy néznek ki egymás mellett, hogy ilyen recés a kép, és hogyha az élsimítást javítod, akkor ők ezeket a recék közötti ilyen kis lépcsőzetes átmeneteket próbálják elmosni, kisimítják mondjuk a levélnek, vagy az egyéb tárgyaknak az élét, és akkor nem lesz olyan recés a kép, élesebbek lesznek a megjelenített grafikák. Minél magasabb ez a szorzó, elvileg annál élesebb lesz a kép, és ez egy nagyon-nagyon videokártya intenzív grafikai effekt, hogy így mondjam. Bár mondjuk én zárulásra megmondom, hogy ilyen túlságosan nagy különbséget mondjuk a 4-szeres meg 8-szoros, vagy a 4-szeres meg 16-szoros között nem szoktam észrevenni, de hogyha bírja a géped, akkor rá kell pörkölni, aztán elvileg jobb lesz a látványvilágod. Na, és akkor most megint egy kártyával remélem 40-50 FPS közötti értéket fogunk kapni, mert akkor elmondhatjuk, hogy a Far Cry 2 nagyon szereti az SLI-t. A vészinket is elmagyarázom-e? Mennyi kérdés van. Természetesen elmagyarázom, amint elindul a gép. Mentél, jó volt a live, jó éjszakát. Hát figyelj, most jön a GTX 480 majd hamarosan. Nehogy már most menjél el, az lesz a legviccesebb szerintem. Nem akarok hülyeséget írni, de az SLI-vel maximum 30%-ot lehetett nyerni, nem? Hát nem, egyáltalán nem, ugye erről is beszéltünk, játékfüggő. Előbb a Unigine Heaven-ben például 90%-os volt a gyorsulás, de ugye ez csak egy benchmark, egy tesztprogram. Most a Far Cry 2-t fogjuk megnézni, és hogyha jól emlékszem, a Far Cry 2-vel is azért el lehet érni elég jó eredményt. El is indult a gép, elindítom a benchmark tool-t. Beállítjuk az előző beállítást, tehát maximális felbontás, maximális élsimítás, ultra high-ba kérünk mindent. Melyik a legerősebb GPU szobában? GTX 580. Ja nem, a laptopom, itt van a laptopom, ezt használom főgépként. Ebben egy Nvidia Quadro P4000 van, ami egy GTX 1060-1070 szintű kártya. Na, be van állítva a launch. És akkor hadd szóljon, reméljük, hogy ilyen 40 FPS körül fogunk kapni. Milyen herc tartomány a monitor esetében? Szerintem sima 30 Hz-en működik. 2008 és 2010 környékén ennek meg olyan túl nagy jelentősége nem volt. 60 Hz azért általában, hogyha megvolt, annak már örültünk, de a 30 is bőven kiszolgálta az átlag felhasználót. Nem GTX 285 van tehát a gépben. Most egy darab, az előbb megnéztük akkor a másikkal, ugye kettő darab GTX 285 volt SLI-be. Így futottam le a Far Cry-nak a benchmarkját, átlag 85 FPS-t kaptunk, most megnézem egy kártyás módba is, és remélem, hogy kevesebb lesz az FPS szám, mert az azt jelenti, hogy jól működött akkor az SLI, és jól skálázódott, és akkor ezután egy kicsikét erősebb videokártyát is fogunk építeni SLI-be. Azt mondja, ez egy Samsung B2230, mit tudom, milyen típusú monitort írtál, lövésem sincs. Hogyha ennyiből te megmondod, akkor gratulálok, profi vagy, lövésem sincs, hogy milyen monitor. Samsung, valami, Samsung, az kész. Miért nincs screen tearing? Az mit jelent? Nem tudom, az mit jelent. Bocsánat, én már öreg vagyok, én az ilyenek fogalmokat nem tudom, hogy micsoda. Két procis alaplap SLI-vel. Van két procis alaplapom, ami támogat SLI-t, de gyengébbek benne a processzorok, úgyhogy abból főzünk, ami van. Most ez van. Nem szeretnék rá válaszolni, hogy hova valósi vagyok. Jó, nagyjából akkor... Nem igaz, hazudsz. Mibe hazudok? Mondd meg, és akkor mindjárt megmondom, hogy miért nem hazudsz. Nem szoktam hazudni amúgy. Miért hazudnék? Ja, beszarok rajta. Jó van. Ró, vagy én nem is néztem. Az. 22-33 BW, az a típus.
Melyik ez az alaplap egész pontosan? Ez egy MSI X58 Eclipse, ha minden igaz. És mindjárt lefut akkor a Far Cry-nak a benchmarkja. Hát én most azért eléggé laza FPS-eket látok, ilyen 35-40 közötti FPS-t. Tehát az a nagybüdös helyzet, hogy egy 1680x1050-be a Far Cry 2 azért meg tudja fogni rendesen a GTX 285-öt is, hogyha minden maxra van húzva. Kettő, kurva jól skálázódik az SLI, tehát marhára nem ilyen 30%-okat fogunk látni. Azért bízok benne, hogy azért egy 70-80%-os hatásfok minimum meg lesz. Kamu, el se indulna rajta, már micsoda? Most vagy trollkodsz, vagy nem tudom, de biztos hazudok majd. Nem értem amúgy az ilyen kommenteket. Ha nem trollkodsz, akkor fejtsed ki, hogy miért gondolod azt, hogy hazudok, és akkor be fogom bizonyítani, hogy nem. Screen tearing gyors mozgásnál van, itt elég lassan mozog a kamera. Figyelj, amatőr vagyok, amatőrként csinálom ezeket a live-okat, és még mindig lövésem sincs, hogy miről beszélsz, de hogyha van valami javaslatod, hogy hogyan lehetne ezeket a live-okat még jobb minőségben elkészíteni, viccen kívül mondom, és nem visszatrollkodok, írjál rám privát üzenetben, minden tanácsot szívesen fogadunk. Tényleg nem vagyok az énekben jártas, és lövésem sincs, hogy miről beszélsz, tehát ez nem az én világom. Tegyél be egy kommentátort, aki felolvassa a kommenteket. Szokott lenni moderátor, bár inkább én szoktam visszaolvasni a kommentátori kérdéseket. Most abból főzünk, ami van. Mármint szó szerint a feleségem főzi a vacsorát. Az autószerelőm az, ahogy látom, nincs itt. A marketinges kollega szintén nincs itt, úgyhogy most én vagyok. Úgyhogy kész. Egy jó PUBG. Nem ismerem a PUBG-t. Na nézzük meg az FPS-eket, gyerekek. Hoppá! Hoppá! Kicsit boldogság van. Average FPS 42. Nem ennyi volt előbb? Ki a király? Bacs is a király? Meg a SLI? 84. Negyvenkettőnek mennyi a duplája? 84. Tehát elmondhatjuk, hogy közel 100%-os lett az SLI-nek a hatásfoka, közel duplájára gyorsult a játék, és közel dupla annyi FPS számot kaptunk a második GTX 285-tel. Tehát az SLI tök jól működik a megfelelő játékok esetén. Most még, hogyha csak kettő játékot is tudtam nektek bemutatni, illetve csak egyet, meg egy Unigine Heaven-t, de a lényegen nem változtat. A tesztbe, magyarán mondva, elmondhatjuk, hogy az SLI igenis a megfelelő játékok alatt is működhet, és a hatásfoka nagyon jól tud lenni, feltéve, hogyha tudod zabáltatni. Na, akkor most toljunk be valami még combosabb videókártyát. A PCI Express SLI-ben X16, igen, ugye ez az X58-as alaplap, ahol natívban támogatja a 16-szoros PCI Express slotot mind a két kártya esetén, bár ennek szegény a gyakorlatban olyan túl sok értelme nincsen, kicsit csak marketing, egy 8-szoros PCI Express sávszélesség már elég amúgy az SLI vagy a Crossfire-nek. Pillanat, most megint be akarlak titeket rakni a másik telefon tartóba, hogy tudjátok nézni, hogy hogyan szerelem a gépet, és akkor most GTX 480-at fogunk akkor megnézni. Egy kis türelmet kérek, hogy itt befogassalak titeket a másik telefontartóba, és akkor majd azt is jól megnézzük. Mennyi az idő már, és meg mennék vacsorázni. Ott a piros pont! Azt sem tudom, miről beszéltek. Nekünk vagy elindult, vagy nem. Ha elindult, élveztük, amennyire tudtuk. Szerintem egykorúak vagyunk nagyjából. Ez, gyerekek, ez az aranyigazság. Mai kölykök, meg már ha nem 144 Hz, akkor már gagyi. Dumot 10 FPS-sel, mint a húzat úgy végigvittük, érted? Jó van az úgy, örültünk, hogy ment. Egy fullos buildet miért nem szeretnél összehozni? Ez nem igaz, hogy nem szeretnék. A PRSK Official TikTok csatornája retróról szól. Bacsis, retró számítógép kiállítása. Ez a témánk, ezzel foglalkozunk. Vagy mire gondolsz erre a fullos build-re, amire leváns? Tehát, hogy
platform szinten a fullos legyen? Mert hogy a platform szinten legyen a fullos, szerintem azért ennél fullosabbat nem nagyon lehetett építeni. Ugye egy ilyet 975 Extreme Edition van benne, GTX 285, tehát az 2009-ben ez volt a csúcs, nem volt ez felett. És akkor most jön a GTX 480, és akkor együtt adtam is kérdésedre választ, tehát i7 975 Extreme Edition van, de kicsikét meg fogjuk tuningolni is, mert hát az a biztos, most itt nem fogunk méricskélni, de adunk neki egy kis plusz craftot majd órajelbe, hogy hadd szaladjon az a videókártya, legyen jobban kiajtva. Az a nagybüdös helyzet, hogy nem ígérem 100%-ra az eselit, mert megmondom őszintén, megvettem ezt a két videókártyát, és az életben nem volt amúgy ezek gépben, mármint nálam. Tehát ismét, látjátok milyen kiváltságosok vagytok? Itt nézhetitek élőbe, hogy Bacsisnak a vásárolt GTX 480-asa vagy működik, vagy nem. Megvettem ezt a kártyát, és én ezt azóta nem is használtam, csak itt van a vitrinemben. Úgyhogy hát most van az igazság pillanata, lehet, hogy nem fog működni, és akkor ugrott a GTX 480-as elé. PC, én amíg el Nintendon kezdtem, akkor ett az oka azért, hogy feliratkozzál a TikTok csatornára, vasárnap Mega Live lesz, és vasárnap pont egy olyan Mega Live lesz, ahol konzolokat fogunk PC-kkel összehasonlítani, de már mutattunk be konzol, amíg a live-ok is voltak, meg amíg a Mega Live-ok is voltak, és hát nem győzem hangsúlyozni, hogy aki teheti, fizessen elő havi 1300 forintért a prémium tagságra, ahol támogatod a hétvégi megalive-okat, természetesen ezek a megalive-ok mindenki számára elérhetők, és hosszú távon szeretnénk ezeket a megalive-okat biztosítani nektek a ti feliratkozásotokból, előfizetésetekből, mert annak azért van egy elég komoly anyagi vonzata, és hát eddig nem számított a pénz, csak műsor legyen, de azért szeretném, hogyha ez inkább közösségi finanszírozásból lenne. Szintén ugyanúgy fog kinézni, így van, iratkozzál fel a TikTok csatornára, konzolozni fogunk, meg ha minden igaz, még quad eseli is lesz, de annyira nem akarok spoilerezni. A teszt megint ugyanúgy fog kinézni, ahogy az előbb, hogy mennyivel erősebb ez a kártya, nagyságrendileg, nagyjából ilyen 30-40%-kal érezhetően gyorsabb volt, de inkább itt az újítás az volt, hogy DirectX 11-et is támogatott, a GrillForce, így is becézgettük ezeket a kártyákat. Jó, benn van a videókártya. Elsőnek akkor egy kártyával tesztelünk, FPS-t mérünk, illetve Unigine-t tesztelünk, meg lemérjük a fogyasztást, és hogyha megy a kártya, akkor jön a második kártya. Hova a francba raktam? Ja, még elő se vettem. Meg benn van a vitrínbe. Bekapcsoljuk. Valami lesz. Jó, visszateszek titeket a homot, telefontartóba, másikba, az állványba. Hogy is voltatok így az előbb? Hogy jól lássatok mindent? Na várjatok, pillanat, mindjárt. A CPU-nak mindjárt kell emelni egy kis órajelet, hadd szaladjon az a CPU. Szerintem ez a proci már nem fogja kihasználni maximálisan ezt a videókártyát. Hát szerintem meg részben igazad van. Maga egy kártyát biztos, hogy kihasznál, játékfüggő amúgy a dolog. De szerintem megfelelő magason, elég magas felbontáson lehet azért mindenféleképpen CPU limitet, illetve VGA limitet előidézni. Láttam, hogy volt valami kérdés, bocsánat, mi volt? Ennyire kibalanszeletlenek voltak ezeknél a kártyáknál a chip hűtése? Nálam úgy nem értem a kérdést. Hogy mire szeretnél te, hogy pontosan... Mióta live-olok? Arra meg tudok válaszolni. Mármint amúgy körülbelül 4-5 hónapja csináljuk a TikTok csatornát. Hogyha erre vagy kíváncsi, illetve ha mai napra vagy kíváncsi, akkor 7:30-kor. Először ugye fél 8-kor kezdtem. Meg kell várni, hogy feltelepítsük a videókártyának a driverét. Hát azt most megvárjuk. És akkor utána, nekem hol kezdődik a retro és hol a modern? Hát a retro 1981-től kezdődik, mikor is megjelent az első IBM PC, ami már X86 kompatibilis volt, onnan indul a retro, és nagyjából így 2010-zel, tehát ezzel a platformmal van nekem vége a retrónak.
Chipset hűtés tuning. Egyelőre gyári stock hűtés van, érzem, hogy meleg, de az Alman hűtés, az Alman CPU hűtés azért csinál itt annyi légszállítást, hogy nem melegedik túl az északi hit sem. GTX 260 megy egy darabig, majd fekete kép, a GPU nem melegszik, mi baj lehet? Nem volt videókártya, javító szakértő, lövésem sincs. Talán VRM. Na, gyorsan telepítsed már, bástya. Még egy újraindítás kell, de hogy az szopás van, akkor lehet, hogy még egy ki kell cserélni a drivert. Ugyanaz a driver van fent, ami a GTX 285-öknél volt használva. Dolgozik az alaplap, most egy kicsit várni kell, nem tudok mit csinálni. Van-e alja a hűtő a szobában? Nincs. Jó, hát amíg itt várunk a driver telepítését, nektek valamit pofázni kell, mert megunjátok a live-ot. Úgyhogy akkor addig most egy kicsikét várunk. Ugye itt van a videokártyás vitrinem, amit már elég sokan láttatok a korábbi live-okból. És akkor ez a mai live úgy nézett ki, hogy miből építsünk eselit. És akkor ugye itt előjöttek, itt voltak a GTX 285-ösök. Tehát ugye az előbb ezekkel a kártyákkal dolgoztunk, ezekből volt megépítve az eseli, aki esetleg lemaradt volna. Majd most jól össze tudjuk mérni az előző kártyáknak a teljesítményével is ezt a kártyának a teljesítményét, illetve láttam, hogy vannak itt GTX 480-as kártyák is, amiket még az életben nem próbáltam ki, ezért gondoltam azt akkor, hogy ezeket a kártyákat is meg lehetne nézni, hogy mit mutat a matek. Aztán vannak itt azért, amik még nagyon nagy legenda, GeForce 8008 Ultra, ebből is van kettő, meg még egy dobozosom. Várjál csak, akkor három van nekem 8008 Ultrából. Azt hittem, abból csak kettő van. Van még ebből egy dobozosom is. Jó, tök mindegy, hangosan gondolkodtam. Tehát ez még itt mindig malmozik. Indítsam újra, vagy mi a francot csináljak vele? Halló, működj, mert nem érünk rá, srácok itt már várják a mutatványt. És akkor így jött, hogy akkor van GTX 480-as is, és akkor ebből is kellene építeni. Ugye vannak Radeon kártyák is, HD 4000-esekből építettünk múltkor Crossfire-t, igaz, ez egy Core 2-es platform volt, és így igaziból CPU limitet vettünk észre, mert nem igazán úgy skálázódott, ahogy kellett volna, úgyhogy majd vissza fogunk térni a Crossfire-re is. Ez az alaplap, ugye az X58-as alaplap volt az első, ami egyszerre támogatott Crossfire-t is, és SL-it is. Köszönöm a feliratkozásokat, aki még nem iratkozott fel és szeretne, iratkozzon fel. Közben látom, egy előfizető nézi a live-ot, imádom az előfizetőimet, mert akik előfizettek, látom, hogy az összes fanatikus, köszönöm szépen az előfizetést. Tudtok izét csinálni, ilyen egyedi smile-it, vagy mi a francot, nyomassál már ilyen izét, egyedi smile-it, neked lett csináltatva. Marketinges kollega csinált az előfizetőknek exkluzív tartalmat, ilyen smiley for, ott van ez egy tökös téma. Na azaz, már megéri előfizetni, nem? Hát lehet, hogy pipa leszek, és ez a videokártya szar. Akkor nem lesz GTX 480 SL-i teszt. Akkor majd lesz legközelebb valami más. Na, indítsuk újra, valami nem kerek a cuccal. Ebből is látszik, hogy mennyire spontánok a live-ok. Na. Ezt is induljon el a Windows, azt majd utána kitaláljuk, hogy mi a francot csináljunk a driverrel. Lesz ma játékteszt? Biztos, hogy nem lesz. Amúgy eddig sem nagyon volt játékteszt, eztán se lesz, mert a játéktesztet boldog-boldogtalan csinálja, aztán már annyira magasan van az inger küszöbötök, hogy a kutya nem nézi, úgyhogy nem nagyon szoktam csinálni játéktesztet. A sodás Asus alaplapot mutasd meg, kérlek, jó? A következő az ajánlatom, hogyha működik az SL-i, akkor jó lesz a kedvem, és nem fog szétcseszni az ideg, akkor megmutatom. Ha nem működik az SL-i, mert mondjuk döglött az egyik videókártya, akkor nem pipa leszek, bezárom a live-ot, és nem mutatok alaplapot. X1900 CF Edition, X1900 CF Edition eredeti CF kábellel, mármint mi van ezzel? Van ilyened? Akkor gratulálok, mert az rohadt ritka. NX6008 GT mennyit érhet? Kb. 10.000 forintot. Lehet, hogy szar az egyik kártya. Betölteni a Windows, aztán lekapcsol a monitor. Nézzük meg a másik kártyát. Hello, már elég későn jöttél be a live-ba, és megint persze mikor, amikor szívás van. SL-it teszteltünk, és tök jól működött, GTX 285-es SL-ik voltak, tök jól mentek, 100%-os hatásokkal, most GTX 480 SL-ivel próbálkoznánk, de lehet, hogy az egyik kártya döglött.
és akkor morcos leszek, mert úgy vettem drága pénzért, hogy működik. Csak hát én is fasz vagyok, mert miért nem néztem át, amikor megvettem. Csak beraktam a vitrínbe, aztán fogta a port. Ha már multi GPU teszt megy, vegyes vágott teszt is lesz, hát az sajnos nem annyira egyszerű. Az MSI-nek a Hydra platformja tudott olyat, ha jól emlékszem, de az egészből nem lett semmi. Úgyhogy én szerintem ilyet nem is tudnék nektek építeni. Mert azért ez nem úgy működik. Tehát ebben az időben vagy az egyiket használtad, vagy a másikat használtad. Azt nézem a konfigot, láttam, amit írsz, körülbelül 40 ezer forintért azt a Asus P6T Deluxe témát, i7-930 HD5850 6 GB-mal nagyjából ebbe az árba lehet eladni. Hétvégén, de szombaton voltam csak, vasárnap nem voltam, most vasárnap meg a live lesz, úgyhogy mindenképpen nézzétek, iratkozzatok fel a csatornára, kapjátok az értesítőt, vasárnap meg a live. Most csak szombaton voltam, amolyan ismétlés jellegű elpakolós live-ot csináltam, azt örültem, hogy éltem egész hétvégén, és azóta most vagyok először, SLI tesztet épp csináltunk, az első páros az tök jól működött, a második páros, a GTX 480 SLI meg nem működik. A driver gyarul, de teljesen néha megkerül, ha másikat telepítesz. Igen, ebben is van valami valóság alap, de mondjuk egy GTX 285-ről GTX 480-ra váltás. Na figyelj, most ki fog derülni, mert ha ezzel a kártyával is ugyanazt csinálja, akkor driver hiba. Hogyha ez a kártya meg elindul, meg megy, akkor viszont sajnos hardware hibám lesz, és akkor nagyon-nagyon morcos leszek. Jó volt a szombati live, köszönöm szépen az elismerést. Azt hittem, lemaradtam, most sem jelzett a TikTok, rohadjon meg! Nem baj, azért iratkozzatok fel, mert azért néha jelez. Na, akkor most kicseréltük a videókártyát egy másikra, egy másik GTX 480-ra elindult, és akkor nem is tudom, minek örülnék, hogyha lenne desktopunk, vagy nem lenne desktopunk. Nem tudom, hogy mi volna ebben a jelen esetben a jobbik variáció. Hú, kaptam ilyen szívecskét is, köszönöm szépen ezeket az... Ott a szív, ott a szív, ott a... Látom, ám, tök jó, köszönöm szépen. Na, hát ez így elég cuminak tűnik, mert a másik GTX 481 úgy tűnik, hogy elindul. Köszönöm az ajándékokat, jó fejek vagytok. De ennek meg ezt fogom mutatni, mármint nem ennek a másiknak, a tesójának, hogyha esetleg lekotlott. Bár simán benne van, hogy állásába döglött meg, nem jellemző, de simán benne van. Na, nézzük meg az eszközkezelőt, hogy mit mond. Nvidia GeForce GTX 480. Ajjaj. 385.41-es driver. Tudjátok, hogy hogyan lehet megnézni a drivernek a verzióját a illesztő programból? Ugye, ha lekírod a videokártyának a tulajdonságát, ez az Nvidia-nál biztos, hogy így van, elmész egy illesztő program, és így kírja az illesztő program verzióját. Melyik forcevert használod, azt úgy lehet megnézni, tök ilyen lehet amúgy csak kiolvasni, mert az utolsó pont előtti számmal kezdődik, és akkor utána azt, hogy hozzá kell adni, mármint hozzá kell mondani, mármint érzi, amire célzok, tehát 385.41-es forcevert használok, így lehet kiolvasni. Ez ilyen eléggé hülyén van megcsinálva szerintem, hogy csak így tudod megnézni, de így tudod megnézni is. Ezt csak így érdekességként mondtam el. Az a nagybüdös helyzet, hogy futtassuk le a Far Cry-nak a benchmarkját ezúttal is, meg a Unigine-t, nézzünk meg egy fogyasztást, aztán beteszem a második kártyát tesóba neki, aztán megnézzük, hogy működik vagy nem működik, de attól félek, hogy ez a kártya az kehés, és akkor csak egy darab GTX 480-asom van. Ugyanitt GTX 480-at keresek, ha esetleg valakinek lenne fölösleges eladó. De igaziból kettőt, mert ebből hármat építeni mekkora királyság. Nem mindről az Nvidia vezérlőpult. Ezek ez a kurva kataliszt, ez meg itt van fent. Jó, rohagy meg, most ugorjunk. Indítsuk a Unigine Heavy-n. Csak ezt az egyet futtatom le. Azt utána betesszük a második videókártyát. Nézzük már meg, hogy mi a franc van, meg azért a fogyasztást megnézzük. GTX 461 GB, vélemény. Hát 2010-ben egy jó erős középkategóriás kártya volt, ma már új játékokra, aktuális dolgokra, túl sok mindenre nem jó. Megmutatom, hogy milyen játékok vannak a Windows 7-en. Hát nekem most jelenleg csak a Crysis van feltelepítve, ami valamiért kilép, illetve a Far Cry 2. GTX 480 mikori kártya 2010-ben jött ki, az abszolút csúcsok csúcsa volt. Na, nyomassuk le a benchmarkot. És akkor nézzük meg, hogy mit mutat a
Unigine Heaven, ugye előző, már nem is emlékszik, hogy hány FPS-sel futott, majd a végén megnézzük, itt meg tudjuk nézni a hőmérsékletet, hát azért annyira nem melegedik ez a kártya. Aha, látom, olvasom a kommentet, figyeljél, megmondom őszintén, hogy én az életben nem használtam ilyen third party uninstalláló driver letörlő programot, soha az életben nem okozott ez problémát, hogy esetleg ilyen spéci programokkal kellett volna legyalulni egy drivert. Persze lehet, hogy 1000-ből egyszer pont most nekem is az kellene, és mindent el fogok követni azért, hogy a második GTX 480-am is működőképes legyen, de van egy olyan sanda gyanom, hogy nem ez a probléma. Régebbi gépalkatrészeket felvásárolok. Igen, felvásárolok, de csak akkor, hogy olyanod van, ami valamilyen tekintetben különleges, tehát ilyen középkategóriás gépeket nem igazán szoktam felvásárolni, illetve a kérdés az, hogy kinek mi számít régebbinek. Hogyha 2000-es év előtti a gép, akkor jó eséllyel igen, nagyjából bármi. Hogyha 2000-nél újabb, akkor azért igen, kevés az a hardware, amire azt mondom, hogy érdekes lehet. És igen, beteszem szépnek és megnézzük, hogy látja a Windows. Biztosan látni fogja, mert ugye posztképernyőig, illetve Windows betöltéséig működött ez a kártya is, de mindjárt megnézzük. Nem, a GTX 750 Ti nem érdekel, mert az egy tipikus középkategóriás kártya volt. Se gyűjtői eszmei értéke nincsen, se gyűjtői értéke nincsen, semmilyen értéke nincsen. Úgyhogy az nem érdekel, köszönöm szépen. De mondjuk egy GTX Titan, az első Titan, ami a 700-as szériából, vagy a 900-as szériának a Titánja van, vagy akár a GTX 980 Ti, vagy a GTX 780, az lehet, hogy érdekelne. GTX 480 doboz jöhet, nekem is. GT 730 meg aztán pláne nem érdekel. Radeon 5700 Series sem érdekel, 5800-as igen, 58-70, 58-70, valahogy ez nálam kimaradt, és most már begyűjteném szívesen. Köszönöm a feliratkozást, köszönöm a megosztásokat. Core 2 Duo L8400-ból, tudod mennyi van L8400-ból? Ez mind L8400, meg lehet, hogy van közt L8500-as is. Ez mind az. Szóval nem igazán érdekel L8400, meg L8500. Ennyi van belőle, most így hirtelennyébe, de ezen kívül még egyszer ennyit ki tudnék pakolni. Ez mind 8400, meg L8500. Úgyhogy nem érdekel több. Köszönöm szépen. Ha csak nem van valami kitesztelt példányod, ami garantáltan megy 5 GHz-et. Na, az érdekel. És meg tudnánk egyezni. Érdekel az 5870 dobozos. Írja a privát üzenetet, aztán hát meg tudunk rá alkudni. Kérem, volt el egy általános suli. Figyelj, általánosiba L8400 meg L8500 nem volt, ott csak Pentium Dual Core volt, aztán szevasz. Jó volt az is. Na, egy darab GTX 480 gyönyörű szépen megy, és gyönyörű szépen felmelegedett. Nem véletlenül hívtuk Grill Force-nak. 82 fok. Na, de nézzük meg, hogy a hőcsőnek, illetve a külső hőmérséklet a felületen mennyi. Mindjárt előveszem a hőmérőmet. Van ilyen kis lézeres hőmérőm. Talán itt van. Aha, itt van. Na hát, akkor nem tudom, mennyire fog látszódni. Na várjátok, kiveszek titeket a telefontartóba. Láttam, most egy kicsikét többen vagyunk, úgyhogy talán ez egy érdekes dolog. Van ilyen lézeres hőmérőm. Rá kell világítani a adott felületre. 50 fokot ír a hőcsőre, tehát egész jól működik a felület. Mármint, hogy a hőt egész jól leadja. ...33 fokot ír, most vagy hazudik ez az egész, vagy tényleg nem meleg a kártyának a külseje. Ilyet nem csinálunk, mert közben nem nyúlunk hozzá alkatrészekhez. Hát ez biztos nem 33 fok, a kurva anyját. Ez a árbasz. Nem tudom, lehet szar benne az elem. Hát ez nem 36 fok, ez 65 fok legalább. Iszonyatosan forró. Ugye az emberi kéz a 60-65 fokot már tűzforrónak érzékeli. Hát én tűzforrónak érzékelem. Tehát ez tényleg van vagy 60 fok. Ez nem ennyi. Ez tuti nem ennyi. Úgyhogy ez átcsesz minket. Mondjuk ilyen Lidl-is gagyi szar lehet, hogy azért, de azért ennél pontosabb szokott lenni. Jó, akkor most nem mértünk hőmérsékletet, viszont azt meg tudjuk nézni, hogy az egy darab GTX 480 szűk 47 FPS-t ment átlagba,
A GTX 285 ment 30-at, tehát azért látszik, hogy itt azért a generációváltás eléggé szép volt, illetve 1100 pontot kaptunk. A GTX 285-es elé ment 1500 pontot, de mindjárt ezt is fel fogjuk írni. Látszik, hogy a GrillForce tényleg melegszik, még hogyha a külső hőmérsékletet le se tudtuk mérni. Jó sokan vagyunk a live-ban, iratkozzál fel, mert folyamatosan nyomatjuk a retro contentet. Most eseli építés van folyamatban. Próbáltam egy külső hőmérsékletet is mérni, de... Már most már többet ír, biztos izé megharagudott rám, hogy hazudok, vagy izé, vagy kidobom, vagy valami ilyesmi, aztán most több, most ír, már ír 60 fokot is a hőcsőre. Na most csak a ti kedvetekért megégetem a... Áj, de eddig bírtam, hát ez még akkor is alul mér, mert ez 65-70 fok van, 3 másodpercig bírtam fogni a hőcsövet, 4 darab hőcső van a GTX 480-an, és ő segíti a videokártyának, a hőmérsékletének a kordába tartását. Most majdnem megmutattam, hogy nézzétek, hogy áramlik ki a levegő. Meleg, mint a disznó. GrillForce 84 fok környékén. Fogyasztást pedig még nem néztünk fogyasztást. A GTX 480-as 310 watt környékén fogyaszt a GTX 480. Hát, hogyha ez most menne eselébe, bizony bőven 500 watt fölé fog nyújtózkodni a gép. Újjött egy csomó kérdés, amíg szerelünk, betesszük a második videókártyát. Ezért fel fogom írni ezteket az eredményeket, mindjárt megnézzük, hogy mi van. GTX, az a Litec VFast 9600 GT érdekel, csak hogyha dobozos, abban egy dobozos példányom, hogy érdekelne. Hú, basszus, elfelejtettem, 1200 pont volt, mennyi volt az FPS? Hülye vagyok, elfelejtettem, nem jegyeztem meg. Mennyi volt az FPS? Ha valaki emlékszik rá, írjátok már meg. Igen, DVI csatlakozós volt. 48, köszönöm. 48 volt akkor az FPS, az átlag FPS, illetve 1100 pont, 1150 pont volt az átlag. Hogyha megnézzük a GTX 285-höz képest, ugye ott 30 FPS volt, most lett 48, az SLI-vel ment 54-et, illetve 1450 pontot. Tehát a GTX 480 azért elég komoly előrelépés volt a GTX 285-höz képest, tehát ez már mindenképpen kiderült. Hogy nézed meg, hogy milyen alaplapod van? Többnyire rá van írva az alaplapodra, de ha nem akarod szétborítani a gépet, akkor az AIDA 64 tesztprogram például tök jól ki fogja neked írni. Ideírom, hogy GTX 480-nal elért eredmények, és akkor mindjárt megnézzük, hogyha beteszem a második kártyát, most mi a francot fog csinálni. Vagy megdöglött az a kártya, vagy én nem tudom. Én most már roppantul kíváncsi vagyok, hogy mi a franc van. Ha szar az a kártya, akkor GTX 480-at szeretnék vásárolni, akinek van eladó, keressen meg szintén privát üzenetbe. 8008 GTX is érdekel. Hogy ne érdekelne, mert ultraim vannak, több is. GTX-ből csak egy darab 8008 GTX-em van, és ez mellé is tök jó volna egy tesó, íme egy gyönyörű szép Asus 8008 GTX, 768 MB GDDR3 memória, 384 bites memória busszal, gyönyörű szép Asus, úgyhogy ilyenből is szívesen vásárolnék, főleg egy dobozos példányt. A HD, ez az 5870-nel volt egy szinten, hát nem. Mármint egymás ellen volt a két kártya, az 5870 10%-kal kevesebbet fogyasztott, de 10%-kal lassabb is volt. Az Nvidia ekkor mondta azt, hogy all-in, és megmutatja, hogy ő a király a házba, és erősebb volt az 5870-nél a GTX 480, az 5850-nél meg a GTX 470, de többet is fogyasztott, és igaziból tudtál mérlegelni, hogy mi a fontosabb neked, az abszolút minél nagyobb teljesítmény, vagy pedig a fogyasztás. Nagyságrendileg amúgy tényleg stím, hogy egyforma volt a két kártya, de a GTX-ek, a GeForce-ek egy picit erősebbek voltak. Egyik táp, ráküldjük a másik tápot, GTX 550 Ti nem, az nem érdekel. És akkor ugye ezeknek a kártyáknak már a GTX 285-tel szemben már mindenképpen 1.6-os és 1.8-as táp kellett. Ugye a GTX 285-ön csak 2.6-os volt, itt már 1.8-1.6. Ugye a 6 pinesen 75 wattos fogyasztást lehetett átvinni, míg a 8 pinesen 150 wattot, tehát ugye ezen 1.6-os, 1.8-as van. Tehát ugye innen jött 225 wattnyi fogyasztás, illetve az alaplapról jött, a PCI Express buszról jött még 75 wattnyi további fogyasztás. Tehát elvi síkon egy ilyen kártya 300 wattos fogyasztásig tudott nyújtózkodni, elmenni fogyasztás terén. Kicsit rövid a
videokártyának a tápkábele, úgy már eléggé ocsmányul néz ki a cucc, most mindegy, most kipróbálás ideig jó lesz. Kössük már rá azt az eseli hidat. Ígyni. Ja igen, múltkor ezt is megkaptam, én mondom azt, hogy ígyni. Akkor nem mondom. Szóval akkor így kell rárakni az eseli hidat, ígyni nélkül. Jó. Adunk neki tápot. Na, nehogy érdekel az az katalógus. Ilyen még létezik, hogy eseli, utoljára 1080 Ti eseliről hallottál. Hát figyelj, ez egy 10 évvel korábbi a 1080 Ti-hoz képest. Ugye te a BRSK Official TikTok csatornáját nézed. Bacsis Retro számítógép kiállítása, mint hogy a nevében is benne van, ugye én Bacsis vagyok, ez pedig retro, retroval foglalkozunk, úgyhogy ez azért a GTX 10-es szériánál jóval régebbi, amúgy az RTX 20-as szériánál is még a hagyományos eseli felépítés volt, annyi különbséggel, hogy ott a két videókártyát úgynevezett NV-linkkel kell összekötni, ezt még lehet mondani talán jelen időben is, mert azért az RTX 20-as széria még nagyjából aktuális modell, úgynevezett NV-linkkel lehetett összekötni a kettő darab RTX 2080-as kártyát, ami lényegében PCI Express kapcsolatot teremtett a két videókártya között. Ott is volt még eseli ebben a formában. Kapcsoljuk be a számítógépeket. Röden akkor hogy állok? Volt korábban Crossfire-os teszt. Múlt héten is 4870-4890-ekkel próbálkoztunk, meg Radeon HD 2009 XT-kkel, de a CPU limites volt a platform, most építettem egy újat. Ebbe ugye most eselit kezdtünk el, de még vissza fogunk térni a 4890-ekhez. De akkor már ebben az i7-es konfigurációban. Írjál rám privát üzenetben, megbeszéljük, hogy mit tudsz adni, megbótoljuk. Nem, Tolna megyeies. Hát pedig nem Tolna megyei vagyok, nem is voltam. GTX 280-nak is 8 plusz 6 kell, ugye a 85-nél volt egy kis fogyasztásbeli optimalizálás, és ezért volt elég a 2x6 pines tápcsatlakozó, stimmel. És akkor jelenleg GTX 480 eseli lenne, de attól félek, hogy a második GTX 480 egy kicsikét nincs a helyzet magaslatán, hogy így fogalmazzak. És ja, úgyhogy lehet, hogy nem lesz eseli, most lehetséges az utóbbi 20 percet, potyára nézzük, és semmi nem lesz belőle. Akkor jó, bezárom a live-ot, azt megyünk aludni, amúgy is már készül van, aztán majd következőre lesz valami folytatás. Na most megint azt írja, hogy illesztő program telepítése van. Előbb is ez volt, itt malmozott, azt újraindítás után már tök jól nem is működött az egész. De most úgy csinálunk, hogy ezt most nem láttuk, megnézzük az eszközkezelőt, hogy mit ír. Inkább nekünk ez itt a lényeg. Állj, bassza meg, szerintem ez a kártya szar. Ezt nem hiszem el. Még utóbb valami lesz. Jó, GTX 480, GTX 480. Ez a kurva Catalyst Control Center nekem ide nem kellene. Lehet, hogy tényleg azt kéne, hogy újra kéne húzni a videokártyának a driverét, mert nem indul el a Catalyst Control Center. Nem, a Catalyst Control Center nem indul el, rohagy meg az Nvidia-nak a vezérlőpultja. Na, szevasz. Hát ugye a Windows 7-nél volt egy ilyen tök pozitív dolog, hogy egyszerre két videokártya driver is fent lehetett, és egyszerre két videokártyát is használhatta egy gépben. Ugye volt egy rövid időszak, amikor lehetett ilyet csinálni, hogy Radeon grafika, Nvidia fizika, amikor ugye volt külön még fizikai számítás, és be lehetett fogni ezekre az Nvidia kártyákat, tehát mehetett egyszerre ilyen téren a kettő, nem Crossfire volt, nem Eseli volt, szimplán csak az Nvidia kártyát lehetett fizikai számításra használni, még a grafikát a Radeon kártya használta, úgyhogy elvileg ez nem okozhat problémát, hogy két driver is fenn van. Hogy tudsz írni privát ügyben 8008 GTX ügyében? Hát úgy, hogy ha mit tudom én, rábölsz itt a BRSK official nevemre, és akkor itt mit tudom én, hello, én honnan tudjam, nem tudom, annyian írtok nekem privát üzenetben, valahogy csak lehet, bökjél rá a profilomra, vagy fene tudja, írjátok már meg neki, hogy kell, hát nem értek én itt az ilyen TikTokozáshoz, én csak a műsort csinálom. Képet nem tudtok küldeni, de utána esetleg e-mailben tudjuk folytatni a beszélgetést, vagy akár egyből megkeresi az e-mailbe is, bacsika86@gmail.com, na már hülyebbek, nem tudok beszélni, illetve engedjétek meg, hogy ajánljam még a Facebookon a Bacsis kötőjel Tuning Fan Club csoportot is, Bacsis Tuning Fan Club, ahol azért szintén egy tök jó társaság van, és folyamatosan beszélgetünk ilyen retros témákról,
úgyhogy azt is esetleg érdemes nézni. Egy-egy fotót én is beszoktam rakni az aktuális hardverekről, meg ilyesmi, úgyhogy ott is nyugodtan be lehet követni. YouTube-on is elindult a BRSK Official TikTok csat... Nem. YouTube-on is elindult a BRSK Official csatorna, ahol ezeket a live-okat vissza lehet nézni. Na, ez még mindig pörög, mint a kurva élet. Indítsuk már újra, megnézzük, hogy mi lesz. Ha nem lesz jó, akkor uninstallálom a drivert és felhúzzuk újra, még azért azt megpróbálom. Jó lett a gép. Lehet hülyeség, de én előtt hallottam, hogy a végjából el lehet venni memóriát a gépnek, hogy gyorsabb legyen. Hát én még ilyenről nem hallottam, ez tudja, hogy hülyeség, ilyen nincs. Bacsika86 kukac gmail.com. És akkor ott tudtok képet is csatolni, meg lehet ott is keresni. De amúgy, hogyha rámentek a BRSK Official TikTok csatornának a profiljára, ott amúgy biztos találsz olyan gombot, hogy hogy üzenetküldés, mit tudom én, hogy működik, illetve maga az e-mail cím is megvan adva, lehet írni nekem, és hogyha nem is azonnal, de megpróbálok minél gyorsabban válaszolni. Kékhalálra szoktam ezt szórakozni. Ja, hardveresen gyorsítja a kékhalált. Remélem ez a gép most nem. Attól félek, hogy ez a gép hardveresen gyorsítja a kékhalált, és más nem. Na, kicsit belefagyott a izé. Ott vagyunk, gyerekek, nem kell itt semmit se újra telepíteni. Eddig jó. Na nézzük meg, hogy mi történt. Ugye az előző videókártyáknál is pont ugyanez volt. Fel lett telepítve a két videókártya. Nem 16-os a kettes slot. Na mindjárt megnézzük. Egy biztos. Látja a kettő darab GTX 480-at, ugye itt látszik a két videókártya. Nagyon optimalizáltan az a Windows 7, egyáltalán nem igaz. Főleg ezen a hardveren nem, tehát ilyen nincs. Tehát ez hülyeség. Akár Windows XP-t is futtathatnék ezen a gépen, és az is pontosan ugyanilyen jól működne. Sehol nincsen Windows 10 meg Windows 11 egy ilyen gépen. Amióta megy a live, leszettem és feltelepítettem egy Windows 11-et. Igen, a Windows 11 nagyon gyorsan feltelepül. Tehát ennyi az egész, hogy a két videókártya ugye be lett rakva a gépbe. Össze lett kötve Eseli híddal, remélem tényleg működni fog a cucc, nem tudom miért szarakadott az előbb, ma mindjárt kiderül. És onnantól kezdve az Nvidia vezérlőpult fel is ajánlja, hogy a két videókártya Eselibe össze lehet kötni, 3D teljesítmény maximalizálása, és Windows 7, Windows XP Best, hát pontosan erről beszélünk. Performance szempontjából, sőt, elmondom neked, hogy a Windows 10 meg a 11 lényegesen lassabb lenne egy ilyen konfiguráción. Sokkal több olyan háttérben futó program van, ami csak eszi az erőforrását a rendszernek. Úgyhogy jól írják mások, Windows XP-vel valószínűleg még gyorsabb is lenne. Úgyhogy nem, erre a gépre XP, Windows Vista vagy Windows 7 való. Szóval ennyi az egész, működik a dolog. Nézzünk meg egy CPU-Z-t, hogy ténylegesen működik-e az SLI, ő szépen ki fogja nekünk írni. Hálózati meghajtó csatlakoztatása, a laptopomat elérjük, úgyni, azt mondja, hogy progik, tesztprogramok, itt vannak az én kis jóságaim. Azért kell Linuxot használni. Na és Linux alatt hogy futatok Far Cry 2-t, vagy Unigine Heaven-t, vagy bármit, amit DirectX-es? Ez a probléma a Linux-szal. Semmi baj, tehát én nem vagyok Linux ellenes. Ne és félre, de egyszerűen azok a szoftverek, amiket én használok, meg itt most a live-ba barankodunk, azok egyszerűen Windows-ra jobban el vannak készítve. Na, hol van? GPU-Z, A, B, C, D, E, E, F, GPU-Z. Jó, most ezt elindítjuk, igen, szeretném. Nem mondott hülyeséget, az úr steppolásnak hívják, amikor a short-term memory-t long-term memory-t használják. Hát szerintem az nem hiszem, hogy a videokártya memóriáját használná, vagy nem tudom, lehet, én az életben nem hallottam róla. Tessék, tök jók vagyunk. Két GPU van engedve. Ugye a GTX 480 már a GF100-as, azaz a Fermi-nek a GPU-ját kapta, 40 nanométer, ugye mondtam, hogy 2010-es a cucc, DirectX 11, és elvileg, hát azt írja, hogy 1.1-es PCI Express, de 16-szoros. A másodikat rendesen látja 16-szoros 2.0, hogy elvileg nem egyszeresen fut a videókártya, hanem mind a 16-szoros sávszélességet megkapta. Úgyhogy ez eddig jó is. Itt most az a kérdés,
hogy le fog-e futni a teszt, és nem-e hibás tényleg a másodlagos kártya. Ez most ki fog derülni. Hát ugye most a Far Cry 2-ből megint... Jó, ezt fusson le, azt már megnézzük, hogy mi lesz. Mi a Far Cry 2-t nem futtattuk le egy kártyás módba, csak a... Mi ez már? Unigine Heaven. Futtassuk le még egyszer. Hú, de rohadt nehéz itt tartani titeket kézbe, visszateszlek titeket a tartóba. Na, nézzétek így szépen, jött egy csomó üzenet. Ha, vannak értelmes dolgok a TikTok Live-on végre. Köszönöm szépen az elismerést. Kicsit kontakthibás a kábelem, talán, vagy nem tetszik nekem ez a torz kép. Látjátok, egy kicsit olyan szar a kép? Ami nem jelent túl jót. Attól félek, hogy a második kártya tényleg beteg. Ajaj. Jó, most úgy csinálunk, hogy nem látjuk ezt a hibát, mert ettől függetlenül a lényeget meg tudjuk nézni. Az egyik a fogyasztás, ami folyamatosan 500 watt, 530, miért nem látjátok, hogy tartsam már, 530 wattot fogyaszt a gép, tehát érezhetően többet fogyaszt a két videókártya. Ha megnézzük a fogyasztást, a hőmérsékletet, ugye már látszik, hogy 70 fokoknál járnak a kártyák. Megy a második kártya is, mert mindegyik amúgy melegszik rendesen, csak hát egyelőre villog, tehát lehet, hogy a második videókártya memória hibás, és ezért nem akarta az igazságot. Úgyhogy szívás. Ennek ellenére most úgy csinálunk, mintha minden jó lenne, mert a lényeg, hogy mennyivel gyorsabb a GTX 285-nél, illetve mennyire működik az SLI, az talán jó lesz és meg lehet nézni. Kell egy Dr. Végiás kollab. Hát nem mondasz hülyeséget, mert lenne egy-két érdekes kártyám, amit érdemes lenne megjavítani. Nem i7-990X-et használok, hanem egy i7-975 Extreme Edition-t, de szégyen szemre alapóra jelen megy. Teljesen jó az Underground 2, én is nagyon szeretem. Na, írja, valami nem kerek, vagy a többiek is írták, hogy nem látjuk, nem látsz hibát, olyan, mintha jó lenne, na. Nem foglalkozunk vele. Igen, sajnos valószínűleg a második kártya hibás. De most arra jó lesz, ha meg tudjuk nézni a gyorsulást, mit mennek a két kártyák fogyasztásba. Hát most azért látok ám 550 wattot is. 560. Tehát azért látszik, hogy lényegesen többet fogyaszt a GTX 480-as, mint a GTX 285. De valószínűleg a teljesítményben is látszódni fog. Nézzétek meg a hőmérsékletet, hogy most már 85 fok fölé melegedett a... Az egyik kártya 86, másik 82. Érzem is rendesen. Úgyhogy hát van egy kis grafikai hiba, de most úgy csinálunk, hogy ezt nem látjuk. Mert ettől függetlenül szerintem az FPS számokban látszódni fog a teljesítmény többlet. 560-570 wattos fogyasztás. Ja, rá kéne bökni egy benchmark. Most már toljuk le, azt nézzük meg, hogy mi van. Azt utána megyünk aludni. Driver hiba. Ah, figyeljél, adja Isten, hogy igazad van. Mindegy, ez most már, ma már akkor se fogjuk kideríteni. Lehet, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy következő live-ra újra telepítem a drivert. Most már nem vacakolunk vele, mert már régóta nyomjuk itt a dolgokat. Köszönöm a megosztásokat, iratkozzatok fel, aki még nem tette meg. Legyen igazad, tényleg legyen igazad. És akkor utána még egy kicsikét már még babrálunk ezekkel a kártyákkal, hogyha működőképes lesz. Egy biztos, a mai live-nak az eredménye mindenképpen pozitív. Működik az SLI. A GTX 285-tel tudtuk demonstrálni, és nagyon jó a skálázódása. Tehát a megfelelő a szoftveres körítés, meg a driveres körítés, meg a hardveres körítés, ugye mind a három kell, akkor igenis ez egy működő dolog volt. Az a volt, ez félig meddig zárójel be, mert ugye tudjuk, hogy napjainkban is azért még itt-ott elérhető, de már tényes volt, hogy egyre kevesebb szoftver használja. Ennek ellenére, így a 2010-es évek környékén, amikor még az SLI-nek sokkal nagyobb volt a presztízse, sokkal többet nyomták, sokkal több játék támogatta, akkor ez egy működőképes, tök jó technológia volt. Persze dupla lóvé kellett a videókártyára, vagy kettőt kellett venned, erősebb tápot kellett venned, és akkor vagy kihasználta a szoftver, vagy nem, de voltak olyan esetek, amikor lehet vele menőzni, hogy ő mekkora királyság, mert működik, és tök jó. És Quad SLI is lesz, igen, lesz. A kedves nézőknek mondom, hogy lekapcsolt a gép. Nem ezt akartam mondani, újraindult. Most milyen franc van? Valami lekotlott. Hogy hétvégén Megalive-ban Quad SLI tesztet is, ha minden igaz, akkor láthatunk.
nem bírta. Hát, vagy a táp, vagy a videókártya most kotlott be, vagy a driver. Na jó, kapott egy... Nézzük már meg most még egyszer, hogyha esetleg elindítom, lehet, hogy jó lesz a kép. Vagy lehet, hogy driver hiba. Vagy nem foglalkozunk már vele, azt megyünk aludni. A lényeg az meg volt, hogy működő technológia, tök jó volt, gyorsult, szép is, jó is. Főleg, hogyha nem megfőtt videókártyával próbálkozol. Túl melegedett, igen, hát simán az is benne van. Meg az is lehetséges, hogy át a táp szerintem azért elbír, hogy egy 750 wattos tápot használtam. Ugye ez tényes valahogy nem lehet koppon járatni egy tápot, de azért egy 560-570 wattot egy 750 wattos tápnak azért illik tudnia. A hangsúly azonban, hogy illik, simán benne van, hogy fáradt már annyit a táp, és tényleg a táp nem bírja, táp nem bírta. Majd ezzel is fogok én még játszani, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a live-jaim teljesen spontánok, innen is látszik, hogy hát a hiba az többnyire benne van a dologba. De nem baj, megyünk tovább, tehát van még hova fejlődni, van még hova javulni, de legalább azt elmondható, hogy működött az eseli chiftek, ez egy 750 wattos chiftek táp. Két darab GTX 4-8, hát ja, valószínűleg amúgy izé, de hát vagy driver, vagy nem tudom. Na nézzük meg még egyszer a benchmarkot, hogy lefut-e. Azt mondja, hogy a két darab SLI milyen single kártya tudásának felel meg. Hát ugye tegyük fel, hogy teljesen optimális az SLI-nek a támogatottsága. Tehát jól skálázódik, közel ilyen 100%-os szintet tud mondjuk. Akkor hát egy ilyen RX 560-as szint. Tehát persze mai szemmel nézve vicces a teljesítmény, főleg úgy, hogy egy RX 560 se ér tud már olyan túl sokat, hogy ugye ez egy GTX 950-nek a megfelelője, úgyhogy ennyit tud egy GTX 480 SLI. Ja, és pont ennyi. RX 560, GTX 480 nagyságrendileg, de az ugye az kell, hogy tökéletes legyen a skálázódása az SLI-nek. Ez egy nagyon élvezetes élőadás, köszönöm szépen, kávé most szaragszik a videókártya, köszönöm a rózsákat, köszönöm a követéseket, tehát nem bírta volna előbb, kikapcsolt volna, igen, tény és való, hogy akkor lekapcsolt volna, és nem újraindult volna, úgyhogy szerintem sem a táppal van a probléma, hát vagy túlmelegedett akár a processzor, akár a videókártya, vagy szimplán szar a második videókártya, és ezt okozta, vagy esetleg talán szoftveres issue lesz, és hogy tényleg egy driver újratelepítés megoldja a problémát. Majd ezt ki fogom játszani következő live-ra. GTX 480 az SLI, be van hagyva, kettő darab GTX 480 SLI megint újraindult. Nem fogom tovább kínozni a rendszert, úgyhogy ettől függetlenül a GTX 285-tel tök jól lehetett szemléltetni a dolgot, úgyhogy ez most akkor itt ennyi. Ki fogom játszani, mi volt a probléma. Lesz 3 utas SLI is építve, illetve hétvégén meg a live lesz vasárnap, és abban, ha minden igaz, lesz quad SLI építés is. Ez ennyit tudott. Ja, igaziból ennyi, nem fogom kínozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha még esetleg van bármi kérdés, akkor azokra szívesen válaszolok. De most már leginkább szerintem az kellene, hogy menjünk aludni. Gyorsan végigpörgetem a kérdéseket. Csak két ugyanolyan kártyát lehet-e SLI-be kötni? Hát erre a válasz igen is, meg nem is. Igen. Nagyon hasonlónak kell lenni a két kártyának. A Radeonoknál egy kicsikét nagyobb volt a lazaság, és ott lehetett, ha azonos kategórián belüli kártyát kötöttél össze, mondok egy példát, mondjuk Radeon HD 5850, meg a Radeon HD 5870 az ment. De mondjuk a 6870, meg az 5870 az nem. Tehát ilyesmire kell gondolkodni. Nvidia-nál ennél kicsikét szigorúbbak voltak a megkötések, teljesen azonos kártya kellett, hogy legyen. Sőt, voltak olyan időszakok, hogy még a BIOS-nak is egyeznie kellett, tehát ugyanattól a gyártótól kellett lenni a két kártyának, de ezt azért későbbiekben már lazítottak rajta, és ez nem volt elvárás. Tápokhoz mennyire értek? Semennyire. Igaziból ennyi. Válaszoltam minden kérdésre. Köszönöm, aki ízét ehet iratkozzon fel, meg ilyesmi, ezeket már elmondtam ezerszer. Menjünk, feküdjünk le, srácok. Amikor lesz időm, folytatjuk. Vasárnap meg a live, ne felejtsétek el, egész nap toljuk itt a műsort, úgyhogy igaziból ennyi, nem publikus, hogy hova valósi vagyok, teljesen mindegy, hogy hova valósi vagyok. Online felületen mindenkit elér, ez a lényeg. Jó éjszakát kívánok nektek, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!